Köszönök mindenkit, igazából csak így bevezetésként lesz, ez nem igazából a fő attrakció, mert ez igazából tényleg arra szükséges, hogy majd a téma, amiről a DJ beszélni fog, az, ahhoz, ahhoz szükséges, igen. Szóval először arról beszélnék, hogy ugye vannak ilyen egyensúlyi helyzetek, és ugye alapvetően, amikor az ember ilyen egyensúlyi helyzetre gondol, például lehet arra gondolni, hogy felrakom ide ezt a golyót, ennek a közepére, és a golyó nem mozog. A golyó egy helyben van. De most ugye nem teljesen tökéletes gömb, de tegyük egy tökéletes, teljesen sík gömb mindenféle súrlódás nélkül, akkor ezt a golyót egy picit is megmozdul akár merre, vagy én meglököm, vagy egy picit megrázom a, a dobozt, már is láttuk, hogy a golyó elkezdett gurulni. És ugye ez alapvetően ez így egy instabil egyensúlyi helyzet. Mert gyakorlatilag akármilyen kitérés hatására a golyó nem fog visszatérni a saját helyzetébe, hanem valóban máshova fog elmenni. Mert, ugye van, van itt több golyó is, szóval a is meg lehet csinálni, ugyanez fog történni, felrakjuk, itt most megáll, picit megmozgatom, golyó le is gurult. Most ugye ezt meg lehet mutatni, hogy van egy stabil egyensúly helyzet is. Például, megnézzük, itt van ennek a kis huroknak a legalja. Ide berakom, szépen el van ugyanúgy, mint ez a golyó itt fent, de ha egy kicsit kiterítem a golyót, akkor a golyó gyakorlatilag e között az egyensúlyi helyzetek között mocorog, de aztán vissza is érkezik gyakorlatilag saját magához. Két azért érdekes, mert ezen a lejtőn egyébként egy instabil, meg egy stabil is gyakorlatilag van, szóval ha például ide rakjuk a golyót, és nem bénázom el, akkor most áll, nem mozog, most láthatjuk, hogy nem mozog, tök jól áll, de picit megmozítom akkor ma azonnal, azonnal ebbe az alsó egyensúlyi helyzetbe fog érkezni. És ugye ehhez kötődik szorosan ez a kísérlet, ami egyébként ma alapvetően a spontán szimmetria sértés nevű dolgot mutatja be. Szóval azt kell képzelni, hogy jelenleg ennek az eszköznek itt, itt egy egyensúlyi helyzete van, ha elmozdítom, visszatér ugyan ebbe a középső állapotba. Ugye, ha nem lenne súrlódás, akkor itt rezegne gyakorlatilag, de van súrlódás, szóval nem rezeg itt. Tehát ez, ez itt most nem sikerült. Hát akár mennyire eltérítem, visszaérkezik mindig, most ez a közép, de ha már súlyokat rakosgatok rá, először rárakok egyetlen egy súlyt, akkor azt veszük észre, hogy egy picit eltolom, és még nehezebben ugrik vissza, hogy ez a súrlódás miatt van, de hogy egy Picit jobban nézzük, nem teljesen középre ér vissza. Szóval picit már kitérve ér vissza. Viszont ha ezt még jobban akarjuk látni, akkor elrakok még egy súlyt. És akkor itt már, ha kitérítem ezt a súlyt, akkor meg is áll egy másik helyen. Itt alapvetően fent, most már most a rendszer úgy működik, hogy itt fent egy instabil egyensúlyi helyzete van, mert ide nem fog visszatérni, viszont ha egy picit kitérítem, akkor itt, akkor itt már ez egy stabil egyensúlyi helyzet lesz. És gyakorlatilag itt az a kérdés, hogy mi ez a szimmetria értés, hogy itt vagyunk fent, itt szimmetrikus a rendszer, gyakorlatilag ugye itt középpontos egy tük, tükrös, és kitérítem, és itt már nem lesz az. Szóval, hogy megszűnt a szimmetria, eltűnt, összedőlt a világ, akármi gondoltunk erre. És igazából részben az az, az egyik titok, hogy igazából maga ez a két egyensúlyi helyet egyébként szimmetrikus, tehát technikailag ez a, technikai, a szimmetri inkább el között a két hely között lesz, nem pedig az, hogy maga az egész rendszer az. De ez a fajta szimmetria rendszernek igazából megszűnik, amikor kitérítem. És egyébként ugyanez igaz a labdára is, vagy golyóra, mert nem labda, hanem golyó, hogy itt fent, amikor áll, akkor szimmetrikus, de ha kitérítem, azonnal elindul lefelé. Szóval, hogy ha csak egy kicsit is nem a legközepén van, ha teljesen gömb alakú lenne, akkor már valamerre elfele gurul. De mondjuk azt belegondolhatunk, hogyha például nem ezen az oldalán van, hanem az ellentétes oldalára rakom, akkor technikailag ugyanúgy fog gurulni, csak a másik irányba. És akkor gyakorlatilag itt lesz meg a rendszernek valamilyen szintű szimetriája, de, az a, de, de, gyakorlatilag ez a középpontos szimetria, nem az ott már nem lesz meg. És akkor ehhez fog kapcsolódni majd az előadás többi része részletesebben, meg sokkal tudományosabban. Üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot! Amint látják, október 4-e van akkora volt kiírva ennek az előadásnak a második része, de egyik barátom mondta, hogy sokan törték már a fejüket a relativitás elméleten. Én szószoros értelmében egy relativitás elmélet előadás közben hanyat lebukvenceztem a katedrála, és a fejet, tört, fejet törtem, és ezért akkor nem lehetett megtartani október 4-én. E, igen, és akkor ezek után most egy hónappal később. Azt hittem, hogy ma se fogom megtartani, mert tegnap meg nem erőtött egy autó, de hát most ez vagy össz, összejött. miről is van szó, az életről, a világműnességről, meg mindenről. Az elején röviden összefoglaljuk azt, hogy miről is volt szó a múltkor. Aki nem volt itt, vagy nem jegyzett meg mindent, annak a legfontosabb tanulivalokat gyorsan elmondom, és utána majd kiderítjük, hogy miközben ennek a berendezéshez, a világegyetemnek a fejlődéséhez, és miért határozza meg ennek a, a dinamikája azt, ami az univerzumban történt. <kül> Ismételten elnézést kérek időnként, sőt, sokszor le fogok ülni, mert hát egészség az fontos. Az univerzumban sok mindent lehet látni, egyebek között például időnként megjelenik egy ilyen értelme alkotás a holdon jó lenne ezt valahogy az univerzum történetébe beágyazni ilyeneket. Hát, de amikor arról beszéltünk, hogy száz évvel ezelőtt Eddington azt mondta, hogy elég okosak vagyunk ahhoz, hogy megmagyarázunk egy olyan egyszerű objektumot, mint egy csillag, eltelt száz év, és most már elég tudunk a fizikából ahhoz, hogy megértessünk egy olyan egyszerű objektumot, mint a világ Sőt, azt is megérthessük, hogy miért lehet megérteni. Ez, ez ügyben egy nagyot léptünk, a múltkor sokat beszéltem az univerzum tágulásáról és az ezzel kapcsolatos félreértésekről. Na most a félreértésekkel kapcsolatos félreértésekről szeretnék egy pár szót szólni az elején. Érkezett egy csomó komment, jó néhányan lebaltáztak azért, mert hogy miért szittem én a közönséget, hogy nem értik. A félreértés nem a közönséget szittam, hanem a rossz ismeretterjesztést. Azok a félreértések, amikről szó voltunk, nem a, a érdeklődő nagy közönségnek a saját fejében születnek, hanem a elnagyolt ismeretterjesztő cikkekből terjednek el és akkor utána azt mindenki tovább gondolja, és abból lesznek a beidegződött félreértések. Nagyon mérges vagyok például egy olyan ismerett teresztőre, aki szándékosan összeszokta mosni a könyveiben a görbült tér, meg a többdimenziós térnek a fogalmát, mind a kettő érdekes matematika fogalm, de nem azonosak, de úgy gondolja, hogy úgyse érti az a user, hát akkor írunk neki valamit, amitől elalél, el aztán persze, hogy még nagyobb zavarokat kavarnak ilyenekkel. Tehát ez volt az egyik dolog. A másik két fő kérdésről majd beszélni fogok, amikor oda, odaírunk a megfelelő helyre, tehát a, a legtöbb hozzászólása a múltkori előadáshoz ezekben az ügyekben született. No, hát miről is volt szó? rengeteg korábbi atomcsill előadása hivatkozom, ezek részben az enyémnek, részben pedig más kollégáknak az előadásai, és ezek pedig a most következők, az Ági már megtartotta magáét, a többi az most ebben az évben kerül sorra, ezekre is előre hivatkozom, tehát ugye, tudják, hogy egy-egy fizikai területnek az áttekintő előadásairól lesz szó. Tehát például a részecske fizikáról, vagy az atommagokról, arról majd lesznek egész előadások, amit itt most nem részlet, ezek azokat majd ott meg lehet hallgatni. Ez volt a Felvázolt tematikája ennek az előadásnak, és ebből az első hármat az első előadásban elvégeztük. Univerzumról arról beszéltünk, nem akarok mindent elmondani, hogy ez egy konkrét anyagi rendszer, és akkor ez volt az egyik probléma, hogy miért mondom azt, hogy 13-14 milliárd fényéves, holott azt lehet olvasni az ismert irodalomban, hogy 98 milliárd fényéves sugarú. Ehhez szeretnék gyorsan rajzolni valamit. Talán emlékeznek, hogy voltak ilyen ábrák, hogy hogy tágul az univerzum, és hogy mennek szanaszét a galaxisok. Ugyanaz a görbe, csak ki kellett nagyítani. Tehát jobbra múlik az ábrán az idő. Itt volt a nagybum, és akkor így megy az egyik galaxis, úgy megy a másik galaxis, így megy a harmadik. Ezt rajzoljuk a miénknek. És akkor mi valahol itt vagyunk most, és vissza akarunk nézni a múltba. Valamikor itt a múltban, nem sokkal a nagybum után volt az a tartomány, amikor Ionizál, plazma volt az anyag, tehát onnan származik a kozmikus háttérsugárzás. Most ezt persze úgy kell elképzelni, hogy ez itt végtelen, tehát ide végtelen sok ilyenek, ilyet kéne még rajzolgatni. És az innen érkező fényt látom én most. És tegnap mit láttam? Tegnap is láttam az innen érkező fényt. Ja, ez volt az egyik férjét, és hogyha most látom a háttérsugárzást, akkor tegnap hogy láttam, és holnap hogy látom, hogyha odébb megy, hát nem ugyanannak az anyagdarabnak. De hogyha végtelen nagy fal van, egyik nap innen érkezik, másik nap onnan érkezik a, a, fénye. Na most ez az ábra nem pontos, mert hogyha berajzoljuk a fénynek az útját, a visszafelé menő fény is bejut valahova a nagy bumbá, hiszen szerint minden annak a pontnak a környéken volt. Tehát igazából ez a fényút, és hogyha különböző galaxisokat keresztezi, akkor igazából innen jön a háttérsugárzásból a fény. Na most, ha megnézem ezt az anyagdarabot, ami akkor itt volt, az azóta ennek a mentén tovább és most elvileg itt van. Ilyeneket szoktak kiszámolgatni, hogy ami eltelt a 13 milliárd év, és ez itt most 98 milliárd, vagy mások szerint 86, harmadik szerint 112 milliárd, és így tovább. Most ezek az adatok, ezek ö, modellfüggőek. Hát pontosan kéne ismerni ezeknek a görbéknek az alakját ahhoz, hogy ilyesmit tudjon mondani az ember. Ami biztos, és amiben a legtöbb modell egyetért, hogy mennyi időt eltelt el innen idáig az a 13,8 milliárd év. Az, hogy konkrétan ez az anyagdarab ide ment, vagy egy kicsit meredekebb görbén most már itt van, az a részletektől függ. Másrészt ez egy teljesen önkényes pont. Nem látom, valami anyagdarab valahol most messze a fenébe van, nem látok el. Most miért mondjam azt, hogy akkor a villégét a villégét nem végtelen? Tehát ez az így kiszámított 98, és főleg az, hogy igazából 98 az egyszerűen nem jelent semmit. Tehát én azért nem ezt, ezt, ezt használom. Ezt többen reklamáltak, hogy miért beszélek ilyen hülyeségeket. Azért, mert annak a 98-nak egyszerűen nincs semmiféle értelme. Jó, na akkor menjünk tovább. Beszéltünk arról, hogy hogy lehet az univerzumot megismerni, és milyen tulajdonságait látjuk. Nagy hideg hűl, tágul, nagyon szimmetrikus, ez egy rettentően fontos dolog, és az is érdekes, mert szeretnénk megtudni. A háttérsugárzásnak az izotrópiája, tehát hogy minden irányból, négy tizedes egyforma intenzitással érkezik a háttérsugárzás, egyforma hőmérsékletű, ez nagyon fontos, és ebből következhetünk arra, hogy a körülöttünk levő tartomány mindenhol egyforma. Na most mi az a, mi körülöttünk amit belátunk? Hogy azon túl milyen van, hát azt a fene tudja, következtetünk, hogyha odáig ugyanolyan, akkor valószínűleg azon túl is ugyanolyan, de az már egy erős lépés, hogy a végtelenségig ugyanolyan. És a végén erről szó volt, hogy hát ez már nem egészen biztos. A tágulásról is beszéltünk, és a tágulásnak nincs szüksége hajtóerőre, mert egy ilyen homogén anyagnak a természetes állapota az, hogy vagy tágul, vagy összehúzódik. Egyenletesen nem kell hozzá külön hajtóerő. Annak idén nagy lépés volt, hogy az ókoriak úgy gondolták, hogy a sebességnek van oka, galilei, Newton rájöttek, hogy a sebességnek nem kell magyarázat, a gyorsulásnak kell magyarázat, egy másik test, ami azt. Ugye, hát a gravitációsan Egymással kölcsönöltük homogén anyagdarabnak a természetes állapota a tágulás. Ugye a következő lépésben a téridőről beszéltünk, és a téridőnek a az alapelmélet, az általános relativitás elmélet, az anyag megmondja a téridőnek, hogy hogy görbüljön, és a téridő megmondja az anyagnak, hogy hogy mozogjon. Ezeket rettentően bonyolult egyenletekkel írta le Ezek mind amik a táblán vannak, ezek nélkülben 342-szer bonyolultabbak, de ezt is meg lehet tanulni, és ha valaki eljön ide, harmadikban már ilyesmi -ekkel is lehet foglalkozni. Jó, tehát léteznek egyenleteink, amiket bizonyos esetekben akár még meg is lehet oldani. Egy nagyon szimmetrikus, nagyon egyszerű rendszeren, mint ez a homogén univerzum, akkor kiderül, hogy ezek a bonyolult egyenletek és a nagyon ronda függvények csak három egyszerű, egyváltozós függvényre egyszerűsödnek. Az idő, létezik világidő, erről is beszéltünk, hogy mi kell ahhoz, és az idő függvényében meg kell adni az energiasűrűséget, a nyomást, meg magát ezt a skála függvényt, azokat a görbéket, pontosan, hogy azok milyen függvények. És ezeket leírják az Einstein egyenletek, és ráadásul az anyagnak az energiasűrűsége, meg nyomások között van egy összefüggés, ami viszont anyagfüggő. Tehát attól függ, hogy éppen milyen anyag tölti ki az univerzumot, attól függ, hogy másképpen tágul. Tehát az univerzum tágulásának a leírásához nem elég a geometria, hanem konkrétan követni kell az anyagnak a tulajdonságait, amik éppen akkor kitöltik. Most éppen ezekről az anyagokról lesz szó a mai előadásban. Itt volt egy rövid vázlat arról, hogy a kozmikus érák jönnek egymás után, ez nagyon torz ábra, ma próbálok tisztességesebb ilyen időábrákat mutatni. Lényegében arról van szó, hogy egy adott korszakban valamilyen anyagfajta uralkodott, és annak a domináns gravitációs hatása érvényesült, és akkor annak megfelelően nevezték el hadronkornak, leptonkornak, sugárzási kornak, atomkornak, hogy milyen típusú anyagot kell betenni az egyenletekbe, és az mondja meg, hogy éppen akkor milyen módon tágul az univerzum. Érdekes módon ezek gyorsan váltják egymást, és egy-egy anyagfajta hosszú ideig uralkodik. Na most a hosszú, ez mihez képest hosszú? Az univerzumon addig eltelt időhöz képest. Tehát van mondjuk egy egy másodpercig uralkodó anyagfajta, amikor az univerzum éppen másfél másodperc, és akkor egy másodperc az nagyon hosszú van, ahol 14 év uralkodást érez hosszúnak az ember, van, ahol pedig egy másodpercet, tehát ez, ez ugye attól függ, hogy éppen milyenek a konkrét időviszonyok. Most a következő lépésben tényleg a tágulás dinamikájáról beszéltünk. Emlékszik erre a görbére, ez mi volt? Ezt egy, egy megoldó robottal mutattam be. Betápláltuk az Einstein egyenleteket, és a mai anyagot. A mai anyagnak az az állapot hogy nincs nyomása. Tehát a galaxis sport, nyomás nélküli, mert nagyon ritkák az ütközések, és ebből jött két-két megfelelő változóval ábrázolva. Az derült ki, hogy a jelenlegi univerzum állapota nagyon valószínűtlen, mert egy instabil helyzetben van. Most ez egy másik fajta instabil, olyan, mint amikor ilyen vékony élen gurítok végig egy golyót, és leeshetne jobbról balra, balra is. Az a kék vonal úgy képzelhetően, mint egy ilyen gerinc, amiről erre is legurulhat, arról is legurulhat, és jé, még mindig rajta van, nagyon pontosan elindították rajta. Ezt kell megérteni, hogy miért. És megértettük, Ugye ez a porszerű anyag. Csináltunk egy másik modellt, amikor sugárzást töltöttek ki az univerzumot, abból is ugyanez jött ki. A harmadik modellünk pedig az volt, hogy amikor bizonyos kalármezőt töltöttek ki az univerzumot, akkor kiderült, hogy ugyanaz a görbe, akkor az nem egy gerinc volt, hanem egy völgy, ami bevonza a, a, a pontokat. Tehát az egy stabil helyzet volt. És akkoriban akárhonnan indult, oda begurult utána megváltozott, mint hogyha fölemelte volna a tektonika azt a völgyet gerincé, de annyira benne volt a közepén, hogy azóta még nem tudott onnan leborulni. Jó, valahogy így kell elképzelni. Tehát menet közben ugye megváltozott az, hogy milyen anyag tölti ki az univerzumot, de a állapota még eltelt 14 milliárd évben, még nem tudott onnan elmenekülni abból a pontból. És ezt, ezt a hatást, ami bevitte oda, ezt hívtuk, kozmikus inflációnak, amit egy bizonyos kalármező okozott, amiről most nem sokára beszélni fogunk. Ebben a korszakban az a görbe, az nem ilyen lapasodó, hanem meredekedő görbe volt, erre mondják, hogy infláció, tehát gyorsuló tágulás volt. Ahogy a pénzügyi infláció is egyre gyorsabban megy fölfelé, hogy annak idején ilyen exponenciás görbe szerint tágult az univerzum nem tudom, látják ki a lapszámozást, a mínusz 20 tól indultam, és már a mínusz 5 lapnál tartok, tehát nem sokára kezdődik a mai előadás. Az inflációt figyelembe véve, meg tudtuk magyarázni azt a problémát is, hogy miért lehet az univerzum egyik irányából meg a másik irányából érkező sugárzás ugyanolyan hőmérsékletű, hiszen a hagyományos modell szerint azok az anyagdarabok nem voltak egymással kapcsolatban. Hogyha beromezőjük ezt az inflációs szakaszt, akkor az előtt, persze ez nagyon rövid, ez a, ez a kacsacsőr alakú rész, az 10-36-a másodperc. De az előtt az a két anyagdarab, ami a a ábra alsó meg felső szélén van az, amikor kapcsolatban volt, azok a kis piros vonalak az elején azt jelentik, hogy, hogy fényjeleket cseréltek egymással, kialakult köztük az egyensúly, utána az infláció hirtelen nagyon messzire szétdobta őket, tehát létrehozott egy ilyen protonnyi méretű tartományban egy olyat, ami sokkal nagyobb, mint a mostani belátható univerzum, és azon belül mindenhol egyformák a viszonyok. Tehát mint egy kitakarította a területet, és létrehozta a színpadot a későbbi eseményekhez, amire ma lesz szó. Jó, tehát az infláció volt az a nagymester, aki a későbbi univerzumnak a színpadát létrehozta. Tehát az első rendszerváltás, amit ismerünk, az a infláció kezdete volt, a második pedig az infláció vége. Azelőtt is volt a különböző korszakok, de azelőtt arról nem tudunk semmit, ezt majd mindjárt lerajzolom. Láttuk, hogy az infláció az utólagos értelmezésben nagyon jót tett a lakóknak, mert egy kellemes, lapos környezetet hozott tétra, amiben nincsenek ilyen gravitációs ingadozások, hogy hol jobbra húz az egyik galaxis, hol balra a másik, hanem szépen egyenletesen lehet érdekelni nagyobb kataklizmák nélkül a világon. És nagyon előnyös a fizikusoknak is, mert akkor a sok bonyolult függvény és egyenlet helyett kevés egyenlettel és kevés függvényel kell dolgoznia. És ezért mondhatjuk azt, hogy most már meg tudunk magyarázni egy ilyen egyszerű dolgot, mint az univerzum. Azért egyszerű, mert a infláció egy korábbi kis tartományt nagyjából felfújt, és az nagyjából mindenhol egyforma. És akkor ezt a nagyjából egyforma tartományt kell megmagyaráznunk és ebből az is következik, hogy nagyon messzire mennénk túl a láthatáron, akkor lehet, hogy ott nagyon más lenne a világ, csak hát odáig nem jutunk el sem most, se később soha, tehát nem tudjuk, hogy ott mi van. Viszont a belátható tartomány az homogén és megérthető és megmagyarázható. És itt, itt ért véget a múltkori előadás, hogy felépítettük a színházat, megtanultuk a játékszabályokat, tehát az általános relativitás szabályait, láttuk az első felvonást, az inflációt, és most meg fogunk ismerkedni a többi szereplővel, és az ember azt mondja, hát nem lesz ez túlságosan izgalmas játék, mert hogy a szereplők elemi részecskék, és azoknak a tulajdonságait többé is ismerjük, és nincsen valami túlságosan bonyolult intrikus jellemük, ismerünk róluk néhány paramétert, olyan, mint a komédia, de arterán, ezek az öltözőkére, és tudom, hogy ő lesz az intrikus, a másik meg a bohóc, és így tovább, és akkor nagyjából ki tudom találni a cselekményt. Gondolja Na, Mert hát itt tartunk, hogy azért majd a végén ér, érnek bennünket meglepetések. Tehát most következik az anyagról szóló történet. Milyen anyagból van az univerzum? Hát vannak itt fadarabok, meg vas, meg műanyag, meg ilyesmi. Nyilván az univerzumot nem lehet ilyen komplex szervezetés anyagokkal megmagyarázni, mint egy fából készült asztal, hanem sokkal elemibb szintre kell visszabenni. Ugye itt a, van komplex rendszerek tanszéke, mely például olyasmikkel foglalkozik, hogy a szög rendezett szénatomok, annak a világa, vagy a seregélyek röpte, ez, vagy a járványok terjedés, ez a nagyon komplex és bonyolult jelenségekkel, hát most sokkal elemibb jelenségekhez kell visszamenni, azaz az anyagnak az elemi alkotó része, ezzel is foglalkoznak itt mindenféle fizikusok az egyetemen, és lesz is majd előadás az elemi részecskék fizikájáról, nem is egy, hanem kettő, tehát egy elméleti és egy kísérleti részecske fizikai előadást tesz majd a, a, a tavasz folyamán. Mindenesetre az alapvető alkotó részeknek a modern elméletét úgy hívják, hogy kvantummező elmélet. Angol kvantumfilter, ezért a QFT-nek szokás rövidíteni, nem szabad összekeverni a KFT-kkel. Na most, mik ezek a szereplők ebben az elméletben? A mezők, mégpedig kvantumosan kezelt mezők. Hát ahhoz még sokkal rondább mátrixokat kell írni, ráadásul végtelen méretű mátrixokat, amik nehezen félnek el a táblára. De nyilván a matakot nem fogom itt hozzá tenni. Az alapgondolat, ez egyszer már szerepelt egy korábbi előadásban, valahogy úgy lehet elképzelni, nagyon torza hasonlat, de jobb nincs, hogy mintha a mező az egy folytonos anyag lenne, mondjuk, mint egy tenger, és a részecskék pedig ennek a habjai. Amikor habzik, akkor ott föl, a tetejéről fölpattan egy-két vízcsepp. Tehát amikor a részecskékről beszélünk, az akkor mezőknek a kvantumai, ö, és ö, az alapvető dolog az a mező. Van egy ö, jobb, de absztraktabb hasonlat. Ugye azt szokták, hogy a nem lehet érteni, kivéve, hogyha ösztönözik az embert. Van egy nagyon abstrakt emberi ö, jelenségkör, a pénzügyek, amit viszont mindenki megtanul megérteni, mert különben éhen hal. Marzilnek volt egy ilyen csodálatos sztoria arról, hogy föl akart adni Szegedre, akkor még kisebb pénzekről beszéltek, 287,73945 forintot. És mondták, hogy 50 filérnél kisebb egységeket nem lehet feladni. Mert a pénz kvantált. Kisebb egységek nincsenek. Miért ne? Ugye tanultam, hogy a pénz kamatozik, és akkor exponenciális függvény szerint nő, és az folytonos, meg ilyesmi. ember nem érti, hogy miért van az, hogy kvantumos. Na csak egész egység, most már ugye nem, azt hiszem, 5 forintnál kisebbet, nem, de lehet, hogy már 50 forintnál kisebbet nem lehet beadni. Uh, utóbbi időben már nem volt a pénz feladni postán. De lényeg az, hogy uh, uh, vannak olyan ügyek, ahol az ember hozzászokott a pénznek a kettős természetéhez, hogy egyrészt folytonosan változhat, másrészt pedig diszkrét egységekben csereberéli az ember. Kiderült, hogy ez a pénzhasolat, ez a kvantumelméletnek nagyon sok aspektusát jól leírja, csak most nem ezt akarom ragozni a kvantumelméletről, jövő fél évben nagyon sok előadás lesz, mert akkor fogjuk ünnepelni a kvantumelmélet századik évfordulóját. Mindenesetre a, 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 ezeknek a kvantummezőknek a kvantumait hívjuk elemi részecskéknek. Természetesen mindig kérdés az, hogy mennyire elemi, meg mennyire részecske. Az, hogy részecske, az, az ember olyas, a olyan képzetet kelt, mint valami golyó, ami gurul, mint amik itt voltak, de hát tudjuk, hogy a, a fényrészecskék, elektron, stb. azok nem ilyen golyók. És akkor mert ahogy a fizikus nótában vagy részecske vagyok hullám, ezt kéne eldönteni, de hát végül is azt a furcsa nyelvi kompromisszumot kötötték annak idén a fizikusok, hogy ami részecske és hullám, arról úgy beszélünk, hogy részecske mint hogyha az egyik természete fontosabb lenne a másiknál. amikor azt mondom, hogy elemi részecske, akkor úgy tessék gondolni, hogy az elemi hullám vagy részecske. Csak így nehéz kimondani. Jó? Az, hogy elemi hát az viszont történeti dolog. Régen azt tanították, hogy a proton az elemi részecske. Aztán valamikor a 60-as, 70-es években rájöttek, hogy az nem elemi, hanem összetett, és most már jól ismerjük az őt összetevő objektumoknak a tulajdonságait. Kérdés, hogy amit ma eleminek tartunk, az száz év múlva elemi lesz vagy találnak még elemibbeket. Ez olyan, mint az atom szó, ami azt jelentette, hogy oszthatatlan, hát akkor nyilván nem lehetne az atomnak a belsejéről, meg a részeiről beszélni. Vagy pedig, amikor kiderült, hogy osztható, akkor át kellett volna nevezni, és mindent, amit addig mondtak, az újra kellett volna írni. Hát inkább azt mondták, hogy Felejtsük el a szónak az eredeti görög jelentését, hogy oszthatatlan, és amit eddig atomnak hívtunk, azt ezentúl is atomnak hívjuk, csak tudjuk, hogy nem oszthatatlan. Körülbelül így kell érteni azt, hogy mit nevezünk elemi részecskének. Hát amit ma eleminek nevezünk, azokról lesz itt, itt most szó. Sok nagy tudós dolgozott a kvantummezőelméleten. A, a kezdeményezője Paul Dirac volt. Ő, ő, még egyszer elő fog fordulni majd itt a, a fotója, mert más e, vonatkozásban is meg kell említeni, nagyon fontosat alkotott. És a, e, amikor a 20-as évek végén, 30-as évek elején kezdeményezte a mezők kvantumelméletének a kidolgozását. Utána egy ideig a fizikusok szüneteltek ez ügyben, mert elküldték őket atombombát csinálni, de utólagos bevallások szerint, amikor napközben atombombát csináltak, akkor este, este mindenki a kvantummező dolgozott. Aztán a háború után, amikor összeresztették őket, akkor gyorsan megszületett a kvantummező elmélet, és hamarosan kiosztották ki a nobel -diakat. Az egyik legnagyobb mester, aki ezt a 65-ben Nobel-díjat is kapott, az Richard Feynman, akit szintén fogunk itt többször emlegetni. Tehát több embernek a nevéhez fűződik ez az elmélet, de ez a két legnagyobb, akiket mindenképpen meg kell említenünk. Feynmannak van egy zseniális könyve, QLD, az a kvantum elektrodinamika, a megszirádult fény, a címe. Na most a Feynman azt mondta, hogy ő becsületes akar lenni. A legtöbb ismeretlen ezt a könyv hazudik. Letompítja, leegyszerűsíti a tárgyát, mert hogy úgyse tudja elmagyarázni a matekot a naikusoknak. Feynman azt mondta, hogy ő nem tompítja. Elmondja úgy, ahogy a számolások vannak, csak a matek képletek helyett ezt lefordítja emberi nyelvre. De nem úgy, hogy torzítja vagy egyszerűsíti, tényleg azt mondja. És van zseni volt, megcsinálta. Ez egy szuper jó könyv, mindenkinek ajánlom, aki érdekel a fizika, és azt, azt is szeretné látni, hogy hogy lehet élvezetesen és mégis érthetően beszélni a nagyon bonyolult dolgokról. Most a napokban megint elolvastam ezt a könyvet sokszor, és mindig megkap a frissességével és az újdonságával ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Na jó, hát akkor először is nézzük meg, mi a csoda az a mező. Többen úgy értik félre, hogy azt hiszik, hogy a mező az ilyen kétdimenziós dolog. Nem? A mezőnek van egy fizikai és egy matematikai fogalma. A fizikai mező az egyszerűen az anyagnak az egyik fajtája. Például, amikor azt mondom, hogy elektromágneses mező, az egy folytonos elosztású anyagot jelent, ellentétben például a diszkrét atomokban előforduló másik anyagtól. De van a mezőnek a matematikai fogalma, ami viszont egy függvény. pedig a tér pontjaitól függő, vagy tér vagy a téridő függő, függő függvényeket jelent. Hát erre nagyon egyszerű példákat lehet mutatni. Ugye itt van mondjuk egy elektromos mező, ilyeneket mindenki látott, középen van egy pont töltés, és körülötte lerajzoljuk a térerősség vektorokat. Természetesen nem az összeset, mert akkor egy folyamatos piros papírt kapnénk, a ja, minden pontban lerajzolnám a vektorokat, néha oda rajzolom, csak úgy, hogy próbálom szemléltetni, hogy itt hosszabb vektorok vannak, ott rövidebbek, és erre mutatnak, arra mutatnak. Tehát minden pontban van egy vektor, de nem tudom minden pontban lerajzolni. És akkor az E az, az elektromos télerősség vektort akarja jelenteni. Persze erre van egy mérési utasítás, hogy hogy lehet egy adott pontban kimérni, oda kell tenni egy töltést, megnézni, hogy milyen erők hatnak rá, és így tovább. Mágneses mező az például egy áram járt a drót körül, már ilyen bonyolultabb struktúrájú, középen van az a függőleges drót, és körülötte egy örvényszerűen megy körbe a, a, mágneses mező. Minél közelebb megyünk a dróthoz, annál hosszabb vektorokat kell rajzolni, ezért közelebb már nem mertem, mert akkor már nagyon, hosszú vektor volna a papírról. Itt is minden pontban van egy e, e, vektor, ez térbeli ábránat esélyeken közül, és ilyen meccet síkokban vannak megrajzolva a vektorok. Minden pontban van egy vektor. Akkor nyilván a vérmező azt jelenti, hogy minden pontban van egy vércső. Na, Na, a lényeg az, hogy ez a, ez a vektor mezőben minden pontban van egy vektor. Itt van például a Magyarországnak a erősség térképe nem most, hanem egy korábbi előadáson, amikor ezt a képet leszettem az időképről, akinek azóta is köszönöm. Ott ugye minden, se rajzolják le minden pontba, csak egy csomó pontba lerajzolják a szélvektorokat, ami megint egy irányt mutat, hogy merre mutat a szél. Itt rahasz módon mindenhol egyforma hosszúakat húznak, de lehet azt is csinálni, hogy jobban fúj a szél, a hosszabb vektorokat rajzolgatnak. Tehát ez is egy vektormező. De lehet ugyanott találni másfajta térképet, ahol ilyen színezéssel mit jelölnek a hőmérséklet. ahol sárgább ott melegebb van, ahol kékebb ott meg hidegebb. Hőmérsékletet egy száladattal lehet megadni, az egy skalár mennyiséggel, nem egy vektorral. És akkor, hogy minden pontban van egy skalár, hőmérséklet, az akkor például ezt nevezünk skalármezőnek. Vannak bonyolultabb matematikai mennyiségek a skalárokon, meg a vektorokon túl, Azokat most inkább nem mondom, de azokból is lehet ilyen mezőt, minden pontban van egy olyan matematikai mennyiség. Miért jó ez nekünk? Mert a fizikai dolgokat ilyenekkel lehet jellemezni. Na most még van egy ilyen szóhasználati probléma. Itt van mondjuk egy folyadék, és áramlik. Minden pontban megrajzolom a sebességvektorát. Külön válik az, hogy van a víz, mint anyag, és van a sebességmező, ami minden pontban megadja a sebességet. Oké? Okay. Tehát a sebesség az a folyadéknak egy tulajdonsága, fizikai jellemzője. Most ha viszont én elrajzolom az elektromágneses mezőt, akkor minden pontban meg kell adni egy e-t, meg egy b-t, egy, egy ilyen vektort, meg egy olyan vektort, de itt akkor nincs a víznek megfelelő. Itt maguk az e- és b-vektorok képviselik magát, azt az anyagot, amit úgy is nevezünk, hogy elektromágneses mező. Stimmel. Tehát az anyagnak a neve és a tulajdonságnak a neve nem válik külön. Ez Zavarja az embereket, mert kicsit nehezebb erről beszélni. De itt is arról szól, hogy van egy anyagfajta, aminek vannak matematikai tulajdonságai. És akkor hogy lehet ezt megfogalmazni? Az elektromágneses mező az egy fizikai mező, tehát folytonos elosztású anyag, mint nem atomos anyag amelyet két matematikai vektormezővel lehet jellemezni. Meg kell adni az elektronos térerősség vektort a tér minden pontjába, meg a mágneses térerősség vektort a tér minden pontjába. Jó? Tehát ez egy olyan anyagfajta, amit két vektormező jellemez. A Higgs mező, amiről volt egy korábbi előadás, az meg egy szintén egy fizikai mező, ami szintén egy anyagfajta, amit matematikailag egy skalármezővel adunk meg. Tehát minden pontban egy adatot kell megadni, amit úgy neveznek, hogy x potenciál. Jó? Na most mi van a kvantummezővel? Most a közbenső matematikai lépéseket szoridan átugorjuk, tehát nem mondom meg, hogy hogy kell egy klasszikus mezőelméletre átérni, egy kvantumos mezőelméletre. Lényeg az, hogy ott a mezőket a részecskéikkel, tehát a kvantumaikkal jellemezük, és a mezők folyamatait úgy próbáljuk megadni, hogy ezek a kvantumok egymással kölcsönhatnak, átadnak egymásnak energiát, impulzust, lend, tehát lendületet, perdületet, töltést, vagy akár átalakulnak egymásra, egyik megszűnik, másik keretkezik. Tehát a kvantumok egymással kölcsönhatnak, és ezen a nyelven tudjuk leírni a, a mezők kölcsönhatásait. Na, ennek a matematikáját dolgozta ki Feynman, meg még többen mások a 40-es évek végén, 50-es évek elején. Annyira sikeresen, hogy például volt egy 50-ben elvégzett mérés, ami tiszteletes pontossággal igazolta az elméleti erőrezés, tehát nagy, akkor ez volt a fizikának a legpontosabb mérése, tehát egy ilyen nagyon absztrakt dolgot rettentően pontosan sikerült elméletileg tárgyalni, és a kísérletek igazolták ezt. Jó, hát akkor milyen típusú kvantummezők vannak? Alapvetően kétféle típussal, amiket úgy hívunk, hogy bozonok és fermionok. Ide kellett volna tenni Bóznak és Ferminek, aki mind a kettő a 30-as években működött fizikus volt. Fermik közismertebb, mert ő volt az atomreaktornak az egyik építője annak idején. Bóz indiai fizikus volt, aki Estennel együtt dolgozta aki azt a kvantumstatisztikát, ami a bizonyos típusú részecskékre vonatkozik, a fermionokra, meg fermi és dirak, korábban már mutattam, ők dolgozták ki ezt. Na most vannak vagy lehet, ez, ez a két alaptípus a részecskéknek, és ezen belül viszont, hogy, hogy, milyen mezőkkel jellemezők az adott részecskéket, hát vannak olyan egy skalármezők, meg vektormezők, mint amiket már az előbb emlegettem, és van egy matematikailag cifrában, aminek a matematikát nem akarom mondani, azt meg úgy hívják, hogy spinormező, csak hogy elegánsul hangzol. Tehát a fermionokat spinormezőkkel írjuk le, a bozonoknak viszont két fajtája. Természetesen mind a kettőnek van több fajtája is, de kiderült, hogy a természetben eddig ismert részecskékre ez a három Típus elegendő. Jó, tehát akkor most nyilván nem kell, kell emlegetni a többit, mert ez pont elég a világ leírására jelenleg. Példák. A nevezetes Higgs mező, amelynek a részecskéjét 2012-ben találtak meg és Nobel-díjat adtak érte, ugye 64-ben jósolta meg Higgs, meg még néhány munkatársa, és ez, ez, egy skalármező, a X mező. Van egy másik, inflaton mező, amiről nem tudjuk pontosan, hogy milyen, de úgy gondoljuk, hogy a univerzumnak a jelenlegi gyorsuló tágulását az inflaton mező okozza. Nagy viták vannak, hogy miközbennek ennek a X mező, ez ugyanaz, vagy csak egy rokona, vagy egy másik skalár vagy, vagy ilyesmi, vagy egyáltalán létezik el. Jó, hát, tehát ez, ez, a, a jelenlegi aktuális kutatásokhoz tartozó dolog. A nektormezők közül, a a kvantumai közül legismertebb a foton, a fénynek a részecskéje. Hát láttuk, hogy az elektromágneses mezőt azt vektormezővel írjuk le klasszikusan, és a megfelelő részecske az a foton. De ide tartozik a glóm, meg az úgynevezett gyenge bozonok, a W és a Z bozon, ezekről most nem sokára több szó lesz. És a fermionok közé tartozik a közismert elektron, a proton meg a neutron alkotó részei a kvarkok, neutrionó és hát még egy csomó másik típusú részecskem. Na most... Van itt egy táblázat, ami megmutatja, hogy mik a jelenlegi eleminek tartott részecskék. Mindig lehet számolgatni, hogy jelenleg hány részecske van, amikor életemre jártam, akkor 2000 részecskénél tartottak. Azóta azoknak a nagy részéről kiderült, hogy összetett, és akkor most a, a, csak az összetevőket, a ma eleminek tartottakat szoktuk felsorolni, de ezek a táblázatok mindig csalnak, mert például U-kvarkból rögtön hatot kéne felrajzolni, mindegyikhez meg kéne adni az anti is, és ráadásul a Ukvarknak három típusa van, amiket a vicceskedő amerikai tudósok három színnek neveztek el, és aztán vitatkoznak, hogy piros-kék-zöld, vagy piroskék kék sárga Persze mindenki tudja, hogy piros-fehér-zöld, de nem jó, mert a fehér az ugye a három színnek a vegyüléke. Szóval fehéret nem lehet használni. Na mindesetre ezek a részecskék láthatóan itt is két típusba sorolandók vannak. A, a egyik oldalon vannak a fermionok, másik oldalt a bozonok. A bozonokat rögtön ketté választhatjuk azt szerint, hogy vektormező vagy skalármező írja le, a nagy H az a X mezőt akar jelenteni, a ott felsorolt többit pedig a, a, kocka alakú ábrák. A fermionok is két típusra osztanak, az egyiket kvarkoknak hívjuk, a másikat leptonoknak. Az elnevezések azok történetiek, tehát hogy miért hívnak egy részecskét túrónak, hát azért, mert színesnek hívják. Hát most így, így adódott valaki, egyszer így viccelődött. Jó, a részletes jellemzésünkben hamarosan belemegyünk, de nem itt kell ezeket megtanulni, hanem a részegységek fizikának az elméletéről majd lesz egy részletes előadás. Jó, mindesetre azt jó tudni, hogy a fermionokhoz antirészecskék is tartoznak. Tehát ezt az előadást kell majd megfigyelni a tavaszi fél évben. Na most, mit, hogy tudnak ezek kölcsönhatni egymással? Hát van egy úgynevezett csatolási állandó, ami megmondja, hogy egyik típusú mező, hogy csatolódik a másikhoz. Ez nagyon misztikusnak hangzik, de ennek a legegyszerűbb példája az elektromos töltés van egy részecske, aminek van elektromos töltés, hogyha ha egy külső elektromos mezőben mozog mondjuk egy, egy elektron, akkor erre fog kanyarodni. De ha egy pozitív töltés, az akkor arra fog kanyarodni, mert a előjele a, a csatolásának, az elektromágneses az való csatolásának a előjele más, ezért egyikre ilyen irány elhajító erő, másikra olyan. Még egyszer, hogyha megy egy elektron, az elektromos mezőben akkor elkanyarodik egyik irányba, pozitív töltésű elkanyarodik a másik irányba, semleges, az meg megy tovább, annak nulla volt a csatolása. Tehát van egy ilyen nevezetes csatolási bármely két mező között meg lehet kérdezni, hogy mennyi a csatolás. Például a neutrinok és a foton között nulla a csatolás, ezt röviden úgy mondjuk, hogy a neutrinok nulla a töltése. De a többi csatolást azt nem töltésnek hívjuk, tehát ez ilyen elnevezés kérdése. Na most a kölcsönhatások során a részecskék elnyelődnek, meg kibocsátódnak, kivéve a fermionok. Fermionokra vannak mert megmaradási törvények, tehát a, majd látjuk a rajzokat, a fermionok azok, mint hogy folytonosan léteznek a téridőben. A többi részecske meg megérkezik, elnyelődik, kész, megszűnt, vagy kibocsátja valaki. Tehát ezért a rajzokon, amik ezeket a kölcsönhatásokat szimbolizálják, kétféle típusú vonalat fogunk látni. Jó, na most a matematikának be lehet bizonyítani, hogy minden ilyen kölcsönhatásnál szigorúan megmarad az energia, meg az impulzus, meg az impulzus momentum, meg a töltések, meg egyebek. Tehát olyan, mint amikor becsületes emberek összegyűlnek üzletelni, és amikor kimennek olyan abból a boltból, akkor lehet, hogy egyiknél most több pénz van, mint a másiknál, de összességében megmaradt, mert sehol nem sikasztottak el semmit. És nem csak egyféle pénz van, hanem az energiával, a töltéssel, a rendülettel minden el lehet számolni. Tehát minden ilyen összecsatolási pontnál bizonyos megmaradó mennyiségek megmaradnak. A fizika Murphy törvénye, ami általában a mert Murphy törvénye, az úgy szól, hogy amit nem tiltanak törvények, az meg is valósul. Jó? Na most itt egyrészt olyan törvények, hogy meg kell maradnia mondjuk a töltésnek, nem lehet olyan folyamat, hogy két pozitív töltés részecske találkozik, és lesz őket egy semleges, akkor nem maradna meg az elektromos töltés. De a, amit itt még figyelembe kell venni, az, amiről az előbb beszéltem, a csatolási állandó, hogy ha nulla a csatolási állandó köszük, akkor hiába találkoznak, nem történik velük semmi. Jó? És minden törvényhez tartozik egy végrehajtási utasítás, ami lényeges. Itt az, hogy igen, megtörténik kisebb-nagyobb valószínűséggel ez a valószínűség, ez bonyolult módon számítható ki, és a kvantumelméleti számítások nagy része arról szól, hogy hogy kell kiszámítani ezeket a valószínűségeket, hogy, és ez mitől függ a csatolási állandótól, a mindenféle kvantumszámoktól, tehát töltésektől, meg egyebektől, és a részecskék energiájától. Tipikusan nagyobb energián, nagyobb valószínűséggel történek meg a, a dolgok. Ezért, amikor az univerzumban meleg volt korábban, akkor Sokkal intenzívebben zajlottak le a kölcsönhatások, minden sokkal gyorsabban történt. Most már hideg van, és lassan, komótosan mozognak az objektumok. Ezért kell nekünk gyorsítókat építeni, hogy helyenként felgyorsítsuk őket annyira, hogy tisztességes idő alatt lezajlódjanak a kölcsönhatások. <kül> Jó? Na most itt lerajzoltam. Nem kell megijedni, ezeket nem kell megtanulni, csak mutatok néhány példát rá. Ezekkel az ábrákon jobbra múlik az idő. Ezt az ábrát hogy kell értelmezni? A fekete vonal, amiket nyilok vannak, azok a fermionokat jellemzik. Bejön egy elektron balról, kibocsát egy fotont, és megy tovább. És az, hogy másik irányba rajzoljuk a vonalat, ezt úgy lehet elképzelni, hogy átadott az impulzusából valamennyit, és akkor megy tovább. Ez nem olyan, mint a biliárd golyók ütközés. A foton nem volt eredetileg jelen, hanem ott ke keretkezett. A fotonra nincs megmaradási törvény. Az elektronra van egy olyan törvény, hogy ha bejött egy elektron, akkor ki, ki is kell menni, tehát azt egy folytonos vonal jelképezi, még a foton ott keretkezett, és elvitte az energia, meg a lendület, stb. a egy részét. ezt úgy mondjuk röviden, hogy az elektron kisugárzott egy fotont. Ennek a folyamatnak a ellentetje pedig az, hogy amikor elnyelt az elektron egy fotont, hopsz, bekapta, nincs többet foton, és akkor az elektron elvitte az energiáját, impulzusát, stb. A fotonnak nincs töltése, tehát az elektron nem változott meg a töltése. Van egy ilyen nevezetes folyamat, akkor egy elektron, az antirészecské a pozitron találkozik. És a ravasz fizikusok a pozitront, mint antirészecskét egy ellenkező irányú nyíllal szokták lerajzolni, és akkor találkozik, a, akkor is úgy is le lehet képzelni, hogy itt szakban, mintha visszafordulna az a, az elektron, a nyíl folytonos. És akkor mi történt? Az elektron meg a pozitron találkozott, és lett belőle foton. Na most azért tettem idézőjelbe az annihilációt, az annihiláció azt jelenti, hogy megsemmisültek, és nem semmisültek meg, átalakultak másféle anyaggá, másféle mezőnek a kvantumává. De rettentő erősen elterjedt félreértés az, hogy van az anyag, meg van a sugárzás. A sugárzás is az anyagnak az egyik fajtája. Amikor a a fermion részecskék átalakulnak fotonokká, akkor az anyag egyik fajta átalakul a másik fajtába, mindegyik hordoz energiát, impulzust és így tovább, nem semmi sült meg semmi. De annihiláció nagyon rossz szó, de hát annyira elterjedt, hogy az ember kénytelen használni. Ennek a folyamatnak a fordítottja pedig a párkeltés. Jött egy foton, aztán hopsz, lett belőle egy elektron, meg egy pozitron. Na most, ha jól megnézik, képzeljük ezeket az ábrákat, megcsináljuk úgy, hogy léceket hegeztünk össze, és elkezdjük, mint egy vonal, az itt ide-oda for, forgatni, akkor az ábrák egymásba átforgathatók. Én mindenhol ugyanazt látom, hogy bejövő nyíl, kimenő nyíl, meg egy ilyen hullámos vonal találkozik egy pontban. Feynman, akit már emlegettem, ő volt az a zseni, aki rájött arra, hogy ezek az ábrák ezek nem csak szimbolikusan jelentenek egy folyamatot, hanem ezekhez szigorú matematikai képletekkel rendelendők, amikkel ki lehet számolni egy ilyen folyamatnak a valószínűségét. Sokat kell hozzá számolni, sokat kell integrálni, de ha lát az ember egy ilyen rajzot és megtanulta a kódot, akkor föl tudja írni azt a képletet, amit ugyanazt a számítógéppel kértékelve, és megkapja ennek a valószínűségét. Az az érdekesség, hogy ehhez a négyhez ugyanazt a képletet kell fölírni, csak egyik az egyik mennyiség pozitív, másik negatív, Tehát, hogyha ha bejött, akkor pozitív az impulzus, ha kimegy, akkor negatív, ha kettő jöttek be, akkor kettőnek pozitív az impulzus. És tényleg, tehát ugyanaz a, a, a képlet írja le ezt a négy nagyon különböző folyamatot. Tehát ezeknek az ábráknak ez a zsanígatás, ezeket úgy is hívják, hogy fejmanféle diagramok. Na most persze ezt nem csak fotonnal lehet megcsinálni, hanem például az elektron kibocsáthat egy skalár részecskét is, és akkor is történt. A skalát ilyen pöttyözött vonallal szokták rajzolni az ilyen ábrákon. Ugyanazokat az ábrákat rajzoltam le, csak a fotonokat kicseréltem ilyen zöld pöttyözött vonalra. Tehát ezek ugyanolyan jellegű folyamatok. Na most nem csak fotonnal lehet ilyesmit csinálni, hanem ezen az ábrán például, ugye látszik, hogy ugyanaz az ábra, csak átszíneztem, itt a foton helyett a gluon nevű részecske játssza a szerepet, amit itt kékkel rajzoltunk. A gluon az, ami az úgynevezett erős kölcsönhatás, tehát az atommag részecskéim belüli, illetve ezek közötti kölcsönhatás közvetíti glu, az ragasztót jelent, ez ragasztja össze a protonon belül a kvarkoknak nevezett részecskét. Mik azok a kvarkok? Hát azok a fermionok, amik kölcsönhatnak a gluonokkal. Jó. mit csinálnak a glónok, összeragasztják a, a, a kvarkokat, de mik a kvarkok, amiket a glónok összeragasztanak, ugye teljesen logikus. Tehát ez, ez a, úgy is mondhatom, hogy éppen azt szerint osztályozom ezeket a hullámvonalra rajzott részecskéket, hogy milyen fermionokkal kapcsolódnak össze. A fermionokat meg azt szerint osztályozom, hogy milyen hullámvonalas részecskékkel kapcsolódnak össze. A harmadik ábra pedig a gyenge kölcsönhatást illusztrálja. Ott azok W és Z bozonnak nevezett objektumok, hogy lilával vannak rajzolva, az ábrák ugyanolyanak. Rendben? A nagy különbség az, hogy a, az első két oszlopban a bejövő fermion meg a kimenő fermion ugyanaz volt, tehát azt mondja az ember, hogy az elektron kibocsátott egy fotont, vagy egy úkvark kibocsátott egy gluant, és továbbra is úkvark maradt, miközben az utolsó ábrán az úkvark kibocsátott egy W-bozont, és D-kvark lett belőle. És akkor most jönnek azok, akik elkezdenek filozofálni. Átalakult az egyik részecske a másik részecskévé, és ezzel elvesztette az úkvarkságának a lényegét, a frászt. Lényege nem volt neki, volt neki töltése, impulzusa, energiája, meg ilyesmi. A láthatóan az elektromos töltését elvitte a dupla vér részecske, mert annak van egy pozitív töltése. Az únak plusz kétharmad volt, a d-kvaraknak mínusz egyharmad, de attól az még kvark maradt. Ha majd találkozunk a más és megkérdezzük, hogy jön nekik milyen a fizikájuk, akkor ők azt fogják mondani, hogy az U meg a D kvark az ugyanannak az objektumnak két különböző állapota, tehát nem változtatta meg a lényegét, csak egyik típus állapotból, mint az első ábrán az elektron átment egyik energiájú, vagy egyik impulzus elektron egy másik impulzusával. Nálunk úgy alakult, hogy azt más objektumnak hívjuk. Emögött nincs semmi, csak nyelvi bűvészkedés. Matematikailag ezeknek a leírása tökéletesen ugyanolyan. Na most nem csak a, a fermium mezőkkel tudnak ezek kölcsönhatni, hanem egymással. Hogy lehet ezt elképzelni? Mint a lézerkardot. Ez egy ö, vevé, meg egy ö, másik vevé részecske, egyik pozitív, másik negatív, találkoznak, és lesz belőlük egy Z-bozon mi lenne, hogyha ez, itt a fotont rajzoltam volna? Mert az lenne, hogy a foton világítana. Tehát, ami, ami kibocsát egy fotont, az világít. Ugye a foton a fénynek a részecskéje. A űrháborús eh, filmekben az egyik űrhajó lövi lézerrel a másikat, és oldalról látszik a lézersugár. Hát a frász látszik a lézer sugár. Amikor itt kísérleteket szoktunk bemutatni, akkor külön füstbe vagy vízbe nyomjuk be a lézersugarat, hogy szórodjon, hogy oldalról lehessen látni. Az űrben nem látszik oldalról a lézersugár. Ha a sugár ilyen lenne, tehát ilyen lenne a fotonnak a dinamikák, akkor maga is bocsátanak ki újabb fotonokat és világítani oldalra. A vevé meg a, 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 a glor részecskék azok ilyesmit csinálnak, a foton éneket nem tesz. Sőt, még a glónak például ezt is tudják csinálni, ezt úgy is fel lehet fogni, hogy két glón találkozik, és megy ki kettő, de úgy is, hogy egy glón három felé bomlik. Most miért érdekes ezeket megismerni? Meg, meg ismerni? Kiderül, hogy ezeknek a folyamatoknak nagyon fontos és alapvető szerepe lesz az univerzum dinamikájában, amikor elérkezünk odáig, hogy mit csinálnak ezek a részecskék az univerzumban. Ugyanígy a skalár részecskék is tudnak ilyet csinálni, hogy egy ketté válik, vagy kettő találkozik, és ez másik kettő, vagy egy hárommal válik. Sőt, még ilyen is van, hogy egy dupla W meg egy másik dupla W találkozik, egyik pozitív, másik negatív, és egy ilyen nullatöltésű skalár részecske lesz belőle. Ez rendkívül fontos lesz a későbbiekben. Jó? Tehát ezek azért Pontosak, mert majd univerzum történetében ezeknek nagy szerepe lesz. Természetesen ezek nagyon egyszerű kis fejmangráfok voltak, Fejman diagramok, lehet belőlük. bonyolultabbat rajzolni. Például, ezt hogy kell elképzelni, jött egy elektron, kibocsátott egy fotont, és az elnyelt egy másik elektron, és más ment tovább. Messziről mit látok? Jött két elektron, aztán másfele mennek tovább. Hogy mondom, klasszikusan a két elektron elektromosan taszította egymást, és ezért elkanyarodtak. Nyilván nem egy fotont cserélnek, hanem sokat, miközben így elkanyarodnak. A foton kapott egy csillagot. Ez azt jelenti, hogy ez ugyanígy virtuális foton, ott a folyamat közben jelen van, de messzi, aki messziről nézi, az nem látja ő csak a bejövő két elektront látja, meg a kimenő két elektront. Jó? Hasonló ábrákat lehet rajzolni például a kvarkok közti kölcsönhatásról, azt egy gluon, egy ilyen virtuális gluon közvetíti. Vagy például a gyenge kölcsönhatásnak az egyik alapfolyamat, amikor kvarkok és elektronok közötti kölcsönhatást egy ilyen dupla vével lehet. De másfajta folyamatot is tudok rajzolni, ez például, micsoda, jött egy elektron, elnyelt egy fotont, ment egy kicsit tovább, aztán kibocsátott egy másik fotont másik irányba. Hogy mondjuk ezt? A foton szóródott az elektronon. Bejött, kibocsátott a másik irányba. Ilyen folyamatok miatt nem lehet átlátni a plazmát. Beérkezik a, a fény, találkozik a gyermeke töltött részecskével, az elnyeli, kibocsátja másik irányba. Ezért nem lehet tévét nézni, gyertya lángon át, mert nem egyenesen jön a fény, hanem szétszóródik a, a benne levő töltött részecskékel. Ezeket így tudjuk leírni, meg ennél még sokkal bonyolultabbakkal. Ijesztésként még lerajzoltam egy ilyen folyamatot, ez is a gyenge kölcsönhatás, hogyha a három kvark együtt megy az egy neutron alkot, az egyik kvark átalakul egy gyenge kölcsönhatása, és ezből egy proton. ez amit hagyományosan bétabomlás hívtak, hogy egy neutronból proton lett, és még ott megjelent egy elektron, meg egy antineutron. Mutatok még egy érdekes folyamatot. Jön egy skalár részecske, ketté válik, lesz belőle mondjuk egy elektron, meg egy pozitron. Ezek kibocsátanak. Az egyik kibocsát egy fotont, aztán megy tovább, a másik is kibocsát egy fotont. Találkoznak, annihilálnak, és megint kibocsátanak egy fotont. Természetesen, aki majd negyedik fizikusként megtanulja a Feynman diagramok kezelését, az 10 perc alatt föl tud írni egy ekkora azért egy integrált, amit aztán másfél év alatt megold a számítógépe, és akkor ki tudja számítani ennek a folyamatnak a valószínűséget. De én ezt azért rajzoltam ide, mert ez az univerzum modellje. Nagyon durván ez történik az univerzumban, Skalár részecskékből mindenféle átmeneti folyamatok után fotonok lesznek. Tehát visszaérkeztünk a kozmológiához. A részecskék, mint az univerzumnak, az anyagának az alkotói, tehát a, most, a kvantummezők, ezek durván szólva ezt a folyamatot játsszák le, a részleteket mindjárt látni fogjuk. A következőkben még több részecske fizikai előadással fognak itt találkozni, és az atomcsillag a korábbi évadjaiba is volt mindenféle ide vonatkozó előadás, akit érdekelnek a részletek, itt megnézheti ezeket. Nézzük meg közelebbről a főszereplőket. Mely, mely mezők azok, amik nagy szerepet játszanak az univerzum történetében? Ez a leginkább a skalármező. És a vektormezők és azok közül is a foton. És javaslom mindenkinek, hogy ne Évesse meg a fermion savinizmus. Hát mi fermionokból vagyunk. Protonból, meg elektronból, meg neutronból, meg ilyesmikből. Ez az univerzumot nem érdekli. Minket érdekel nyilván. Ugyanúgy, mint az, hogy mi lesz a vacsora, de ez a, erre a nap és a galaxisok fütyülnek. Jó, ha e, pártatlan szemmel próbáljuk nézni az univerzumban történteket, akkor a fermionok nem túl sok szerepet játszanak. Elnézést kérek az összes fizikus, fizikustól, akik az elektronokkal foglalkoznak állandóan, arról is lesz majd egy külön előadás, hogy mit csinálnak az elektronok a sziráltestekben, ez nagyon érdekes dolog, de most kiderült az univerzumban, ez nem egészen így van. Tehát először foglalkozunk a skalármezővel, ezt hagyományosan nagy FI betűvel szokás jelölni. A skalármező, tehát a hely és az idő, Ervektor vektorral jelölt hely és az idő függvényében megadunk egy skalármezőt. Láttuk az előbb, hogy a skalármezőnek van ilyen hatása. Az önkölcsehatást úgy lehet elképzelni, mintha a kvantumai vonzanák egymást. És ez csak egy hasonlat, de jobb hasonlat nincs, sajnos. És akkor emiatt. Ez olyan, mint amikor azt mondjuk hogy a vízgőz molekulái vonzzák egymást, és kialakul egy vízcsepp. Mi ez? változás, vagy elegánsabb fizikus nyelven fázisátalakulás, amiről a csordás András fog majd előadást tartani a, ebben az évben. A fázisátalakulásokról, ami a statisztikus fizikának az egyik legnagyobb problémája és legnagyobb eredménye ezeknek a fázisátalakulásnak a szép és elegáns leírása. Most itt is úgy képzelhetjük, hogy ezek a skalár mezőnek a kvantumai valahogy összeragadnak, ilyen speciális kötött állapotot alkotnak, és ennek a fázisátalakulásnak az alapvető dinamikáját hívjuk spontán szimmetria sértésnek. Mi ez? Először is miért szimmetria, miért sértés és miért spontán? Mi a szimmetriáról van szó, tessék például elképzelni ezt a hasonlatot. Vannak elemi mágnesek a vasban. Azok ott mindenféle elektronspinek, de úgy képzelhetjük, mint kicsi elemi mágnestük lennének össze-vissza szorva egy vasdarabban. Itt a vasdarab, és a hőmozgás össze-vissza mozgatja ezeket az elemi mágneseket. És az átlagos mágneszettség nulla, mert egyik erre mutat, másik arra mutat. A mágneszettség nulla. Most az egész rendszernek van egy olyan szimmetriája, hogyha elforgatom, forgassuk el. Amíg én ezt beprogramoztam és elforgattam. E, és továbbra is nulla a mágnesezettsége. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez a, ennek a, a rendszernek az állapota forgás invariáns. Elforgattam, és nem történt semmi. Jó? Tehát a rendszernek van egy szimmetriája, egy forgás szimmetriája. Most meleg volt. Hűtsük le a rendszert. Van egy kritikus pont, amit Pierre Curie-ről neveztek el, aki mielőtt átment radioaktívba, ilyen dolgukkal foglalkozott. ő kiderítette, hogy a mágneses anyagok egy bizonyos pont alatt, András majd biztos erről sokat fog beszélni, rendeződnek. A, 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 ezek az elemi mágnesek párhuzamosan fognak beállni. Ezért az egésznek van egy eredő mágnesezettsége. Na most, ha ezt én elforgatom, tehát a nem volt nulla, elforgatom, akkor másfele mutatnak az elemi mágnesek, és akkor az az M vektor másfele fog mutatni. Nem ugyanolyan, mint az eredeti. Tehát a rendszerben nincs meg az elforgatási invariancia. Az eredeti rendszerben megvolt, és az átalakulás után megszűnt a szimmetriája a rendszernek. Ez a berendezés, itt van, ez ennek egy példája akar lenni. Eredetileg ezt a búzaszállal szokás elmondani, nem tudom, hogy felismerik el a búzaszállat buzaszár így áll, és annak egy feje, ami jó, nehéz és érik, és egyre nehezebb lesz. A buzaszálat itt alul rögzíti valami, rú, nyilván rugó, ahogy a fizikus elképzeli, tehát az nem, nem tud boldulni. Hát akkor, amikor modellt csinálunk, akkor két oldalt oda teszünk egy rugót. Itt rájöttünk arra, hogy legegyszerűbb a két rugót nem a falhoz kötni, mert az bonyolult lenne, hanem ráhúztuk erre a, a, a rudra, ahogy a elméleti fizikus elképzeli. Én javasoltam ezt a kísérletet. Úgy gondoljuk, hogy az ott szabadon fog csúszkálni, és a rugók majd. Hát a frászt, amit látjuk a sulódás, jelenségek jelentős részét letompítja a szószoros értelmében, de azért lehetett látni, mi történik. Ennek a rendszernek kétféle lehetséges állapota van. Ha a feje kicsi, akkor áll, mint a pecek. Ha viszont megnőtt a feje, akkor kidől. Tessék, még egyszer megnézni. Tehát a, a, e volt egy szimmetrikus állapota, amikor itt a kicsi volt a súly, tehát ennek a tömege kicsi volt, akkor középen szokott egyensúlyba lenni. De hogyha ide egy nagyobb tettünk, akkor ez az alapállapot. Ha, ha a súrlódást nem akadályozná, akkor megrezgetném, akkor e körül tudna így rezegni. Vagy e körül. De e körül, ha meglököm, akkor onnan. Most én meg Ez egy instabil egyensúlyi helyzet, és itt lettek a stabilak. Amikor viszont kicsit tömeg volt rá, akkor ez volt a stabil, és e körül tudott rezegni. Jó? Én hogy kell ezt ennek a rendszernek van egy ilyen szimmetriája, tehát hogyha erre a tengelyre tükrözzük, akkor eredetileg szimmetrikus. De amikor megvalósult ez az alapállapot, az alapállapot nem szimmetrikus. Tessék meg én a vasra gondolni. Eredetileg forgásinvariás van, most kijelölt egy hirtelen egy tengelyt, erre mutat a mágnézsezettség. Miért nem arra? Mert véletlenül úgy alakult. Mutathatna arra is. Ez itt, amikor képzeljük el például, hogy ez itt egy buzaszál tényleg, és fokozatosan érik, és egyre nagyobb lesz a feje, miközben itt a szél fújja és billeg, és akkor nem én akasztom rá ezt a vacskot, hanem szépen egyre vastagabb lesz, akkor itt billeget, billeget, és egyszer csak már itt fog billegni. Most itt van a másik oldalt. Véletlen. Ahogy éppen, amikor a megfelelő fehérje molekulák elérték a kalászt, akkor éppen erre volt, akkor fog, e egyesülő helyzet körül fog. És az egyik buzaszál erre, a másik meg arra. Persze, ha a szél is fújja, akkor mindegyik erre fog dőlni. Ez a nem spontán szimmetriás sértés. Ha kívülről valaki beledumál, tessék, arra dőlni. Vagy ezt az egészet egy ferdelejtőre tenném, akkor mindig erre dőlne. Ugye lehet érezni. Ez a nem spontán. Amikor magától mozgás közben véletlen esetleges dolgok döntik el, hogy erre fog elmenni, vagy arra, azért hívják ezt spontán. Ez szimmetriás értés. Megsérti a szimmetriáját, Jó? Ez történik itt. Ezt érdekes módon úgy lehet leírni, hogy a, van itt néhány adat, például a, a, a tömege, a gravitációs a, a gyorsulásnak az értéke, a d az a rugóállandó, a h meg a rúdnak a hosszabb. Ezekből össze lehet állítani egy ilyen c-vel jelölt kontrollparamétert, kontroll paramétert, ezzel kontrolláljuk a rendszert, és megjelenik egy olyan rendparaméter, ami azt mondja, hogy mennyire dőlt ki. Ha ide még nagyobb testet tennék, akkor még jobban kidől. Tehát ezt a szöget be lehet vezetni, mint egy olyan paramétert, ami eredetileg nulla volt, és aztán, amikor ez a C paraméter elérte egy értéket, akkor hirtelen megváltozott. Ezt le lehet rajzolni, és akkor ilyen érdekes, amikor a C kisebb egyrél, akkor ez a kitérés szög nulla, ez a nulla szög körül fog rezegni, amikor a C nagyobb egyrél, akkor meg vagy erre, vagy arra, és ott megjelenik. És az, hogy mennyire dől ki az a delta, az változik. Tehát az a lényeg, hogy a megvalósult alapállapotban meg, nincs meg a szimmetria. Hova bújt a szimmetria? Ott, hogy nem egy alapállapot van, hanem ez, és ha tükrözöm, akkor nem magát a rendszert kapom, hanem a másik alapállapotot kapom meg. Jó? Tehát ez a két dolog, hogy megszűnt az alapállapotnak, nincs szimmetria, viszont van több alapállapot emiatt. Ez a tükrözés, sikerült tükrözni az ábrán. Buzaszálat. Na most ez a diagram mutatja meg, hogy eh, mi történik. Amikor a C kisebb egy kritikus értéknél, akkor a delta szög az nulla. Amikor a C meghaladja, akkor minél jobban meghaladja, annál nagyobb érték lesz, de mehet pozitívba a delta, meg mehet negatívba. Valamikor régen ez az ábra egy eh, latinul is értő fizikusnak a kezébe került, és azt mondta, hogy ez olyan, mint egy villa, és a villa latinul furcus, és akkor ez a bifurkációs diagram, kettévillásodási diagram, pontosabban egy trifurkációs, mert három felé válik, középen is marad az egyensúly, csak az instabil. Na most ezt másképp is lehet rajzolni. Rajzoljuk le a potenciális energiáját ennek a golyónak. Hát a potenciális energia, amikor alapállapot van, akkor ott egy gödör ha kitérítem, akkor nő a potenciális energia, tehát amikor eredetileg középen volt az egyensúlyi helyzet, akkor ez a ábra mutatja. Hogy lehet lenni a másikat? Ezzel a nevezetes görbével. Ez a kétfenekű görbe. A középső helyzet az egy hegytető, olyan, mint amikor ott fönpróbáltak megtartani a golyót, az instabil egyensúlyi helyzet. És a két szélső, ez, a, ez az egyensúlyi helyzet, meg az a másik egyensúlyi helyzet, ezek a két oldalig gödörfenekek, a plusz delta meg a mínusz delta kitérés. Na miért fontos nekünk ez a mechanikai példa? Mert ezzel tudjuk megmagyarázni a skarármezőnek a viselkedését a része. Ezt is gyorsan átugorjuk. Egy pillanatra azért elmondom, képzeljük kell, hogy most nem az egyensúlyt nézegetem, hanem ez így mozogna. Jó, nincs súrlódás. Jó nagy energiával így mozog, össze-vissza. Hiába van rajta ilyen nagy súly, de ha az elején jól meglöktem, akkor át tud menni, itt lelassul középen, de megy tovább. De ezek faltól falig. Ezen az ábrán ez úgy jelenik meg, hogyha sok energiát adok ennek az objektumnak, mindjárt, adunk neki mindjárt sok energiát, ez még csak a duma. Mit kell csinálni? Ugye ki kell számítani az energiáját, a potenciális energiával. A mozgási energia káosz pozitív, és akkor ott van megengedett mozgás, ahol az energia nagyobb ennél a görbénél. Hát megrajzom az energia vonalat, mindjárt megrajzom az energia vonalat, ott van. Adok, adtam neki ennyi energiát, és két oldalt megjelent a két pötty, addig mehet. Azon túl nem mehet, mert ott már negatív ennek kinetikus energia. Tehát akkor ettől a faltól addig a falig mehet. Ha csökkentem az energiát, akkor már kisebb ampédódó voltad egyik fajtól a másikig menni. Úgy képzeljük el, hogy miközben ezt a mozgást végzi, sokszor lefényképezem. Hol itt van, hol ott van, hol ott van, és átlagolom. Mit kapok? Átlagosan, átlagosan középen van. Most én ott alatta berajzoltam itt a függőleges ábrán, a vonalom, hogy átlagosan középen van. Csökkentem az energiát, és egyszer csak bele fogunk esni, tehát eddig szimmetrikus volt, meg középen volt, most beleesünk az egyik gödörbe. És akkor a, a, a két, a kitérésnek a két széle, az már a, a gödörnek a két falán van, és a köztük levő átlag az már oldalt csúszott, azt jelzik azok a kék függőleges vonalak. Megyünk, csökkentjük tovább, ezek be fognak oda közeledni, a legalsó fenékponthoz. Ha most ezt az energia függvényében megrajzolom, akkor ezt a piros görbét kapom, és ebben föl lehet ismerni a bifurkációs diagramot 90 fokkal elforgatva. Na de mi lett volna, a másik gödörbe be, akkor kapunk egy másik ugyanilyet. Jó? Ez akkor most még jobban látszik a bifurkációs diagram. Még egyszer mi, mi, történt? Amikor az energia nagyobb, mint a, ennek a középső hegynek a magassága, addig szimmetrikus volt az állapot, amikor energia kisebben él, akkor beesik az egyik gödörbe, és vagy a plusz deltához közeledik, vagy a mínusz deltához közeledik. Ez a mechanikai modell. Na de ugyanezt csinálja a skalármező. Most egyszerűen az x-eket kicserélem fikre. Hoppá! És már is van egy részecske fizikai modell. Ha x helyett fit írom, akkor ez a mezőnek az értékét akarja jelenteni. Ha nagy az energia, akkor hullámzik össze, viszont átlagosan nulla. Csökkentem az energiát. Hogy kell az energiát csökkenteni? A hőmérséklet, az objektumok átlagos energiája. Ha az univerzum tágul, akkor hűl. Ha ez a mező az univerzumban van, akkor amíg az univerzum forró volt, addig össze-vissza hullámzott, de átlagosan nulla volt az értéke, univerzum hűl, akkor uppá, be fog esni az egyik gödörbe. Melyikbe? Egyik helyen ebben, másik helyen abban. Véletlenül mint itt is a, ez a rezgőgolyó. Vagy ide konvergált, vagy oda konvergált. Beesik a gödörbe, és akkor mi történik? Akkor az átlagos értéke, ez amit itt ilyen fi fölülvonással jelöltem, az akkor már nem nulla lesz, hanem vagy jobbra mászik, vagy balra mászik, és akkor már nagyon kicsi az energia, tehát nagyon kicsi a hőmérséklet, mihez képest? A V0 értékhez képest nagyon kicsi lesz, tehát már ott alul vannak a vonalak, már jóval lejjebb vannak, mint az a hegytető, akkor lényegében megérkezik a gödörfenekére. Rendben? És akkor ennek a mezőnek az értéke az annyi lesz, mint az a fi a Tehát az egy érték, hogy milyen messze van a gödörfenek a középső ponttól. A mező gyakorlatilag beül oda. Mint amikor ez itt kiment ide, már nem mozog tovább, hanem itt marad, és akkor ezt az értéket kell nézni. Jó? Tehát ez a mező úgy fog viselkedni, mint egy konstans. Egy konstans fíró. Eddig egy dinamikai változó volt, ami hullámzott és kölcsönadott mindenkivel, mindentől kezdve egy konstans háttérként fog. Olyan, mintha valaki véletlenül abban a rémámában abban a bizonyos vaskristályban élne, és a vaskristályt áthatja az a mágneses és akkor tudja, hogy én egy kis elektrom vagyok, és hogy ilyen irányú mágneses tér. Hát, ilyen a világ. Az ő világa, az a vas kristály, az igen, hogy arra, arra van a mágneses Nem teszél fel a kérdést, hogy milyen, ha erre mutatna a mágneses hát arra mutat, nem? Mint méresnek erre a testek, miért nem arra esnek? Hát milyen világunk eltartott egy ideig, amíg az emberek rájöttek, hogy Ausztráliában arra esnek a testek. Jó? Tehát ezt nehéz elképzelni. Szóval ez ez kellett némi néhány évszázadnyi tudományos fejlődés. Hát itt is a, a, ez a érték, az egy adott érték egy adott tartományban. És ezért ez úgy jelenik meg a fizikai egyenletekben, mint egy adott konstans. Például azt mondják, hogy kozmológiai állandó. Ó, hát az egy állandó az egyenletekben. Nem? Az ez a finul. Majd, majd látni fogjuk nem sokára. Most nem a finul, ez a, az speciál az a vénul, de sok mindenféle. Lényeg az, hogy egy, ami, ami egy dinamikai változónak az értéke, arról bizonyos esetekben azt hiszük, hogy ez egy konstans, és megmérik, és akkor beírják az egyenletekbe. Jó, erről mindjárt, mindjárt, még lesz szó. Tehát itt most ugyanazt írtam, meg, mint az előbb, csak itt most a kontroll paraméter a hőmérséklet. Univerzum hőmérséklete csökken, akkor a szimmetrikus állapotból az a skalármező átmehet a szimmetria sértő állapotba. Na miért érdekes ez nekünk? Miért nem a skalármező magán, ugye? Kit érdekelnek a plegykák a skalármezőről? Azért, mert ennek döntő jelentősége van az univerzum fejlődése szempontjából. Mert két esetben is nagyon fontos ez. Amikor a potenciál csúcson jár éppen a mező, akkor kezdődik az infláció. Arról pedig már beszéltünk, hogy az infláció miért nagyon fontos az univerzum történetében. Ez a skalármező okozza, a csúcsra járatot, skalármező, vagy csúcson hagyott skalármező okozza az inflációt. Mindjárt megnézzük. Másrészt, amikor beesett a gödörfenekére, akkor tömeget ad a többi részecskének. Hallotta sok, mindenki hallotta azt a szöveget, hogy a x részecské adja a többi részecskének a tömeget. Először is nem a x részecské, hanem a x mező. Most nemrég jött egy olyan komment, hogy a fotonban nincs x részecské, azért nincs neki a mege. Szóval nem, nem arról van hogy bekapta a x részecskét, és akkor lett neki tömege. a A x mezővel való kölcsönhatás, amikor a Higgs, ez a skalármező ilyen, Állapotban van, nem van a gödörfenekén, akkor az a bizonyos finul érték, ami ott van, azzal arányos tömeget ad a, a kö, vele kölcsönható többi részecskének. mindjárt ez jön részletesen. Nézzük meg ezt az állapotot, amikor a, a skarármező itt a, a, a Dudornak a tetején van. Mi történik ilyenkor? A mező megáll, és elkezd töprengeni, hogy vajon melyik gödörbe esek bele. Ugye csökken, csökken, megérkezik ott Erre menjek, arra menjek. Erre van egy régi ö, filozófiai hasonlat, egy Buridán nevű filozófus elképzelte egy szamarat, egy okos szamarat, amely szamár teljesen racionálisan és logikusan gondolkodik. Letettek erre két tök egyforma ö, széna ö, bogját, amit meg kell zabálni, de egyforma távolságra vannak tőle, egyforma jó illatuk van, meg egyebek, és akkor ő elkezd töprengeni, hogy melyiket egye meg. És éhen hal mert nem tudja eldönteni a két egyforma eset közül, hogy melyikhez. Szerencsére a valódi szamaraknak a fejében van egy véletlen generátor, és eldönti, hogy ide meg ezt zabálom. Ha még okosabb szamarak, akkor utána megeszi a másikat is. Tehát az ilyen filozofus szamarak azok ideális, mint az ideális gáz, hogy nem létezik, de jól lehet vele számolni. Tehát ez a buridán szamara töpreng-töpreng, minden esetre lelassul. A vagy a statisztikus fizikának egy érdekes, tehát a olyan fázisátalakulás, a második fázisátalakulás, a jelenségek lelassulnak, mert kritikus lassulás van, és akkor ott ez a rendszer például, képzeljék el megint azt, amikor menet közben érik meg, tehát itt egyre, egyre nő a, a tömeg, itt lengedezetek körül, és az egyre lassabban lengedezik és aztán egyszer csak észrevesszük, hogy most már e körül engedezik lassabban. Amikor még nagyobb lesz a tömeg, akkor már gyorsabban fog e körül engedezni. Tehát a kritikus átmenet körül akkor lassúak a mozgások. Hát itt is ez történik. Megérkezik oda az a mező a dudornak a tetejére, és töpreng, töpreng. Hosszú ideig. Na most mi ez a hosszú? Ez persze attól függ. Hát a 10-36. másodpercnél járunk az univerzum történetében és ott akkor körülbelül 10-32. másodpercig töpreng. Ami azt jelenti, hogy tízezer szer hosszabb ideig töpreng, mint amennyi addig az univerzum életkora. Lehet képzelni? Annyi? Igen, annyi. Szóval, mint hogyha most kitalálnánk, hogy ez ezer billió évig töprengünk, vagy valami ilyesmi. Jó? Az hosszú. Hát annak ideje, nekünk ez kicsi, de egy szamárnak azért ez elég hosszú idő annak idején. És addig a, mit csinál ez a mező? Ott áll és nem változik, tehát térben és időben állandó. És akkor, akkor kiderül, hogy az egyenletekben ez úgy jelenik meg, mint hogy állandó energiasűrűség és állandó negatív nyomás. Miért negatív? Azt ki kell számolni. Kettő között mi a kapcsolat? És az a V0 érték az jelenik meg, mint az ő energiasűrűsége és a nyomása, és egyik a másiknak a negatívja. Aki volt a múltkori előadáson, az tudja, hogy az a bizonyos inflációhoz vezető, amikor beprogramoztuk a gépbe, milyen állapot kellett beírni, a P egyenlő mínusz epsilon állapot egyenletet írtam be, és az volt az, ami az inflációt okozta, és ami rávitte arra a bizonyos parabolára az univerzumot. Tehát, hogyha egy olyan anyag tölti ki, amelynek P egyenlő mínusz epsilon az állapot akkor megindul az infláció, az exponenciálisan a tágulás, és a görbület kisimul, ahhoz a a eukideszi jellegű e e e geometriai állapothoz közelít, amit ez a kék parabola jelölt az ábrákon. Tehát amikor a, a mező a saját belső dinamikája következtében éppen ilyen kritikus helyzetben van, és töprenk, hogy mit csináljon, akkor ő mellékesen létrehozza az inflációt, ami fölfújja az univerzumot, és létrehozza nekünk ezt a nagy tartományt, ami, amiben utána a későbbi eseményekre szajlanak. Jó? Ő az a speciális anyagfajta, ami a tárgyal. Ez a töprengő mező, amelyik éppen ott átcsorog és még nem tudta eldönteni, hogy mit csináljon. És ez azt jelenti, hogy az inflációról már láttuk, hogy sok mindent megmagyaráz, de nem tudtuk, hogy pontosan mikor van. Most már ki tudjuk, el tudjuk helyezni az univerzum történetébe. Követni kell az univerzum hőmérsékletének a történetét. És meg kell kérdezni, hogy mikor volt az a pillanat, amikor éppen ennek a dudornak a tetejénél járt a hőmérséklet, tehát az a bizonyos 10 36 a másodperc, nyilván ezek közelítések és pontosabb számolások azok folyamatban vannak, de oda, oda lehet ezt valahova tenni. És azt is ki lehet számítani, megint csak részecskéfizikaiak, hogy mennyi ideig töpreng a számára, és mikor esik le a gödörbe, és akkor kijön az, hogy mikor ér véget az inflációs korszak. Tehát a kozmológiai események, ilyen részecskefizikai paraméterek alapján kiszámolhatunk. Ez nagyon fontos, mert összekapcsolja a fizikának ezt a két területét, és egyikkel a másikat lehet ellenőrizni, és így meg lehet magyarázni a részecskék alaptulajdonságai alapján az univerzumnak bizonyos alaptulajdonságai. Hát innen akkor most már be tudom írni ezeket az értékeket. Na most mivel akkor, amikor a skalármező már leesett a gödörbe, akkor mondjuk, hogy tömeget generál. Aki ezt, ennek a részletére kíváncsi, az megnézheti, volt egy korábbi előadás, a tömeg és a Higgs mezőt, cimmel, és akkor ott mindenféle hasonlatokkal próbáltam elmagyarázni, hogy hogy tud egy ilyen állandó skalármező tömeget adni a, a részecskéknek. Most nem akarok bennem menni a részleteibe, de a lényeg az, hogy egyrészt van egy képlet, másrészt, hogy kiknek a tömeget, akikkel ők kölcsönhat mi jellemzi a kölcsönhatását? egy csatorási állandó. Ez a mező beesett a gödörbe, és van neki egy ilyen állandó finul értéke. Ott az energiája nulla, tehát az az alapállapot, de van egy ilyen kitérés, mint ennek a, az a szög, amennyire ez a micsoda kit, kitért állapottól. És ezzel arányos tömeget ad. Az arányossági tényező a csatolási állandó. A különböző többi mező más-más csatolási hallóval csatolódik ehhez a, a skalármezőhöz, ezért más-más tömege lesz a megfelelő kvantumoknak. Ezért más egy kvarknak a tömege, meg az elektronnak, ugyanaz a skalármező okozza, ugyanaz a finulla, de más adattal kell megszorozni, ami a, a kettőnek a kölcsönhatására jellemző. Tehát így kapnak a dupla V bozonok, a skalármezővel való, ezt már lerajzoltam korábban, skalármezővel való kölcsönhatással tömeget. Eredetileg nem volt nekik, ahogy a fotonnak sincs. A foton nem hat kölcsön a skalármezővel, ő, neki nem lesz tömege. A dupla e, lesz, meg az ének is. A kvarkok is kölcsönhatnak a skalármezővel, azoknak is lesz. Ez a képlet mondja meg, G a csatorási állandó, finul pedig az a bizonyos érték. Jó? Kiknek ad tömeget, akikkel kölcsönhat, tehát az összes fermionnak, nem tudjuk, hogy ez alapvető fizikai törvény, de, de tény, hogy az összes ismert fermionnak van tömege. Tehát nem nulla tömegűek. Korábban azt gondolták, hogy a neutrinok nulla tömegűek, de néhány éve kiadták a Nobel-díjat annak a kísérleti bizonyítása, hogy a neotinoloknak is van tömege. Tehát jelenleg úgy tudjuk, hogy az összes fermionnak van tömege, és azt nyilván ezzel a mechanizmussal kapja. És a z mega dupla vébozonnak is van, de nem kölcsön a skalármezővel a foton és a glón tehát a glónok, amik a kvarkok közti kölcsönhatás közelezik, azok továbbra is tömeg nélküliek maradnak. Így akkor most ez a kis kalármező a többi részecske között csinált egy ilyen megosztást, ti kaptatok tömeget, ti meg nem kaptatok. Most örülnek ennek a részecskék. Örüljünk annak, hogy van tömegünk, vagy nem örülünk. Hát nem feltétlenül, mert a tömeg néha bajjal jár, de egyáltalán mi a fenn? az a tömeg? iskolában azt mondják, hogy az anyagmennyiség meg a tehetetlenség mértéke, de erről megint volt egy külön előadás, annak idején a relativitás szerint a tömeg az a nyugvó testnek az energiája. Természetesen az ember C egyelő egy dolgozik. Mi az a C? Ugye mindenki tudja, hogy mi a C. Nem a fénysebesség, a gravitációs hullámok terjedési sebessége, a téridő alapvető tulajdonsága. Az, hogy a fény is ezzel terjed, az meg a fénynek a magán. Ugye, miért terjed azzal? Mert a fotonnak nulla a tömege. nem az a lényeg ennek az adatnak, hogy a fénysebesség, a gravitációs hullámok terjedési sebessége, a téridő rezgésének a sebessége. Na most azt az okos ember olyan egységrendszert használ, hogy az egyenlő egyel, akkor a tömegnek, meg az energiának ugyanaz lesz a mértékegysége. Tehát mondhatom azt, hogy a tömeg az a nyugvótestnek a energiája. Erről szólt ez az előadás. Jó, és ott ennek a képetnek a magyarázata is elromozott. Az ember lerajzolja egy részecskének az energiáját, a lendületének, vagy impúzusának a függvényében, akkor kapja ezt a hiperbolakú görbét. Minél nagyobb a lendület, annál magasabban vagyunk, annál több az energia. De láthatóan ennek a görbének van egy minimumpontja. Hogyha az impulzus nulla, az a részecske áll, akkor is van valamennyi energia relativitás nem használják a mozgási energia fogalmat, nincs olyan, hogy a mozgó testnek, egyszerűen van az energia, és kiderül, hogy az álló testnek is van energiája, és azt hívjuk megnek. Erre van egy nevezetes képlet, így néz ki, hogy az energia négyzete, az a impulzus négyzete, meg a tömeg négyzete. Ha ebben beírom az impulzus helyére a nullát, akkor azt kapom, hogy E egyenlő M, és akkor kapom meg az álló testnek az energiáját. Mivel egy C egyenlő egy egységrendszerben vagyunk, és még egy képlet fontos, egy részecskének a sebességét úgy kapjuk, hogy az impulzusát elosztjuk az energiával, megint relativitás elmélet képlete. És miért látszik ebből a képlet, ebből a négyzetes képetből az energia nagyobb, mint az impulzus, ezért a p-pere az kisebb egyénél, és hogy egy az a célsebességet jelenti. Tehát ezek egy C-nél lassabban mozgó objektumot jelentenek, aminek van tömege, az nem mozog C-vel. Aminek nincs tömege, az mozog C-vel, majd azt mindjárt kiderítjük. Tehát, hogyha P0, akkor itt vagyunk a görbének ezen a pontján, és az a függőleges szakasz jelenti a testnek a tömegét. Tehát az álló testnek az energiája. Milyen határesetek vannak? Nézzük, amikor közeledünk oda a nulla ponthoz, a nulla impulzushoz, akkor az az energia görbe, ez körülbelül az M mértéket fogja megadni ahhoz képest egy pici korrekció, amit hagyományosan mozgás energiának hívunk. Mi a másik határeset? Amikor nagyon nagy az impulzus, akkor ez a hiperbola besimul az, az aszimptotához. Hogyha különböző részecskéket rajzolunk, ugyanoda fog besimulni. Mi az aszimptotának az egyenlete? Egyenlő P-vel. Nagyon nagy impulzusnál mindegyik részecskére ugyanúgy fog viselkedni. Erre mondják, hogy extrém relativisztikus határ, és hát olyan gyorsan mozog, hogy már oly mindegy, hogy mennyi a tömege, mert annak a sokszorosa vár az energiája. Jó, ezek a körbék, ez a puszta hiperbolának a tanulmányzásában ezt ki lehet okoskodni. Ez az azt mutatja, hogy ha különböző megfigyelők nézik ugyanazt a testet, például akinek a fekete nyíl van, az áll a részecskéhez képest, és akkor azt mondja, hogy hát annak hát nincs impulzusa, csak, csak a tömegét látom. Aki mozog hozzá képest, azt jelenti, hogy van valami impulzus a részecskének, az akkor nagyobb energiát fog észtelni. Ezt mutatja ez az ábra. Ez pedig azt mutatja, hogy ha különböző tömegű részecskéket nézünk, akkor az em mérték más, és akkor más-más hiperbolákat rajzolunk, de mindegyiknek ugyanaz a, a szintotája, Tehát kis sebességeknél mindenkinek más tömeghez közeledik a görbéje, nagy sebességnél meg mindenkinek ugyanúgy viselkedik. Miért mondom ezt el? Mert ezt megint alkalmazni fogjuk az univerzumban. Amikor meleg van, nagy az energia, gyorsan mozognak a részecskék, akkor mindenki úgy fog viselkedni, mintha nem lenne tömege talán látszik a lábrából. No, hát akkor vannak-e nulla tömegű részecskék? Írjuk be ebbe a képletbe a nulla tömeget, m nullát, akkor az jön ki, hogy e egy egyenlő p az e p. És az micsoda? Hát ez a, az maga az aszintota. Az a görbe, az a nulla tömegű részecskének felel A többi görbe ehhez közeledik, de nem éri el. Ez, aki ezen a kék görbén mozog, ez mindegyik részecskénél mindig gyorsabb sose tudják utolérni. Hiperbolák nem érik el ezt a kék görbét, hiszen az az, az és az nem találkoznak vele. Tehát ez az objektum mindig gyorsabban megy a többieknél, és úgy viselkedik, mint amikor a többiek nagyon gyorsan mennek. Erre mondják, hogy, az, hogy egy, ez egy mindig relativisztikus részecske, ezt nem lehet megállítani. Ennek nincs olyan határesete, hogy most áll hozzám képest, és akkor mutat valamekkor M-tömeget. Hát ezt hívjuk fotonnak. A fényt nem lehet utolérni. Ebből indult ki a relativitás elmélet. Ezen az ábrán tanulmányhoz erre rá lehet jönni. Tehát egy, és ugye itt megint be lehet helyettesíteni, hogy a sebesség az a P per E, ha a tömeg nullnak az e egyenlő P, akkor a P per E az egy, tehát ez pont C sebességgel mozgó objektum lesz. Ezért most látjuk, hogy a foton, a nulla tömegű objektum, az C sebességgel mozog. Van ilyen, és hát ugye nem csak a foton, hanem a gluon is, csak a gulon, majd látni fogjuk, az be van zárva, tehát nagyban nem tudom tanulmányozni, bennül a protonnak a belsejében, és oda nehéz belátni. Vannak, akik belátnak. Most azt mondtam, hogy a tömeg bajjal jár. Hát próbáljuk összekapcsolni a részecskék tömegének a fogalmát és az univerzum termodinamikáját. Írtam ennek az egész szerozásnak a bevezetőjébe, hogy a, kulcs szó mindig a termodinamika lesz, ez a legalapvetőbb fizikai tudomány, amit a kozmológiát meg egyebet is befolyásolja. Hát arról van hogy a tágul univerzum hűl, csökken, az egy részecskére egy szabadsági fokra jutó energia. Nézzük meg megint egy ilyen tömeges részecskének ezt a bizonyos hiperboláját majd mindjárt jön rajz is. Tehát egyrészt van ez a képletünk, ami megmondja a részecske tömege, impulzusa és energiája közti összefüggést. Ez az egyik. De van egy másik képletünk, hogy az energia az a hőmérséklettel milyen kapcsolatban van. Az a, egy szorzó tényező a Boltzmann az csak azért van, mert nem ugyanaz az energiának, meg a hőmérsékletnek a mértékegysége, az csak átszámítja. És ez a két képlet olykor konfliktusba kerül. De olykor ellentmondás van, és akkor frusztráció, meg kezdnek. Ebből a bonyodalomból születik az univerzum. Nagy rajzoljuk ennek a, 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 a M tömegű részecskének ezt a hiperboliát, a, a piros vonalak azt jelentik, hogy milyen meleg van. Az energiát megmondjuk k -szorti. Most jó meleg van első, első lépésben. Sokkal, sokkal nagyobb, mint az M. Tehát a, tessék, még sokkal magasabbra rajzolni a hiperbolán, ezt a piros kereszt keresztvonalat, csak nem fért el a papírra. Akkor meg, megkeressük a hiperbolának azt a pontját, ami ehhez az energiához tartozik hát ez majdnem az aszimptotánál van. Hát majdnem úgy viselkedik, mint egy foton. Nagy hőmérsékleten a m tömegű részecske úgy viselkedik, mint egy foton. Csökkentsük a hőmérsékletet, körülbelül ott az M környékén vagyunk, akkor láthatóan a hiperbola elmászik az aszimptotától, és akkor meg lehet különböztetni, egy tömeges részecske nem úgy viselkedik, mint a foton. Csökkentsük tovább a hőmérsékletet, sokkal kisebb lesz, mint a tömeg. Viszont szerencsétlen részecske nem tud lejönni a hiperbolájáról, mert az ő energiáját a hiperbola mondja meg, ezért leül a hiperbolájának a legalsó fokára, és ott szomorkodik. De vegyük észre, hogy ott a tömeg, ami a nyugvó részecske energiája, sokkal-sokkal nagyobb, mint a k t. A részecskének több energiája van, mint ami jut neki. Nem tudom, hogy szokott-e szerelni, de mindössze sok van neki. Olyan sok, amennyi a, a egyenletes eloszlásra vonatkozó kt partiszió törvény szerint nem jár neki. Ez nem maradhat föntartósan. Ez az objektum, mert metastabil állapotban van, mint a ide felakasztott golyó, ami előbb-utóbb le fog esni. Annak a tömeges részecskének akkor, amikor a hőmérséklet leesett a tömege alá, annak ilyen nincs vagy metastabil helyzete van, hoppá, ennek már el kellett volna bomlani, el kellett volna onnan tűnnie. Hogy tud eltűnni? Hát kölcsönhat a többi részecskével. És hogyha valamilyen nem tud kölcsönhatni, akkor ott marad valahogy függőbe, és folyamatos konfliktusokat generál. Ez az univerzum története, mindjárt látni fogjuk a részleteket. Jó, tehát a tömeg nem semleges paraméter, hanem amikor véres e, valóság válik, és konfliktusoknak az okozója lesz. Tehát ilyen, ennek már nem szabad ott lenni. Tágulás során a hőmérséklet csökken, és a különböző tömegű részecskék előbb-utóbb ebben az állapotban találják magukat. Mi van, ha egy nulla tömegű részecskét vizsgálunk, mondjuk egy fotont? Annak az a görbéje, ez a kék. Csökken a hőmérséklet, mindig rajta van a kék görbén. Sosincs ilyen problémája, tetszőlegesen megközelíthet a nullát, egy nulla tömegű részecske, az tetszőleges pillanatban létezhet az univerzumban, és nem okoz konfliktust. Szemben a tömeges részecskékkel. Na ennyit a skalármezőkről, most jönnek a vektormezők, itt már gyorsabban fogunk haladni, mert ezek már nem okoznak annyi gondot. Mindenféle furcsa neveket használnak rájuk, vektorbozonok, mértékbozonok, angolul gagebozonok, úgy is szokták mondani, hogy fotonszerű részecskék, olyanok, mint a foton, emlékeznek a rajzokon mindegyiket hát egyforma hullámvonalnak, de azt is mondják, hogy közvetítő bozonok. 12 ilyen objektumot ismerünk, és az, az alapelméletüket, ugye mondtam már, hogy Feynman és a többiek dolgozták ki az elektrodinamikának a kvantumelméletét a 40-es, 50-es években, és érdekes módon a 70-es évekre sikerült a többi kölcsönhatásnak, a többi ilyen mértékbozonnak a elméletét is megcsinálni, a kvantum a mintájára. Lemásolták azt a matekot, egy kicsit megfűszerezték, csoportelmélettel meg ehhez hasonlókkal, tettek bele némi nem kommutativitást, és megkapták döbbenetes módon 1972-73-ra kialakult az, amit ma a részecske fizika standard hívunk. Mint a példánya a Maxwell elmélet, az elektrodinamika. Egészen döbbenetes, hogy annak a egészen másról szól elméletnek a mintájára a részecskékek a világát is le tudtak írni, legalábbis ezeknek a vektormezőknek a világát. Tehát annak a mintájára készült és az elméletnek a szimmetriái megkövetelik, hogy a részecskék, ezeknek a vektormezonoknak a része, a tömeg, a a tömege nulla legyen. 12 fajtájukat ismerjük, és magas hőmérsékleten egyformán viselkednek. Nem lehet őket szóval Van tizenkettő, mint, a, mint a 12 színűek lennének, de semmi különbség, különbség nincs. Csökken a hőmérséklet. Valami hasonló, csak még abstraktabb módon, mint itt mutattam ezt a fázis átalakulást. A nagy hőmérsékleten szimmetrikus állapot volt, a kis hőmérsékleten aszimmetrikus. Itt is az történik, hogy ezek külön válnak különböző részhalmazokra, és először ez a, ezekből lesz az egy, mindjárt mutatom hogy mivel fognak külön válni. Tehát ez az egyik alapvető dolog, hogy szimmetria sértéssel az a 12 mértékbozon különböző típusokra válik szét. Másrészt hogy a skalármezővel való kölcsönhatás miatt némelyikük, erről már beszéltünk, az előbb tömeget kap. A Vevé meg az Z. Na most, hogy történik ez a szétválás? A 12 először szétválik 8 glóra. Ezeknek az elméletének külön nagyon szép neve, van, hogy kvantum, kvantum nem kvantum a QCD. E, ugye, mert hogy színnek nevezik azt a töltés jellegű mennyiséget, hogy a kvarkok, e, mi a csatolása a, a glónokhoz és ezért ez a kvantum dinamika. A másik négynek sokkal prózaibb neve van, elektrogyenge. Miért? Mert ez eredetileg külön két kölcsönhatásnak tekintették az elektromágnéséget, meg a gyenge kölcsönhatást. Szintén 72-73-ra sikerült ezeket egyesíteni, és akkor lett belőle egy ilyen elektrogyenge elmélet. Az, hogyha tovább vizsgáljuk, akkor a még három darab gyenge vektorbozon, az Z meg a kétféle W, és van egy különálló kis objektum a foton. Na, mit csinálnak a glónok most? Csak nagyon röviden jellemezők őket. Láttuk már, hogy ezek egymással erősen kölcsönhatnak. Most képzeljük el, hogy elindul egy glón, de ugye emlékezek a világító foton, aki oldalt kibocsátja. Jön egy ilyen, és akkor kiszórja a fényét. Mint hogyha elindulna egy folyó, és akkor kiindulnak belőle. Most nem összefolynak, hanem szétfolynak. Erre kiküld, akkor az is világít. Van egy ilyen ábrám, a sivatagi folyó befolyik, és akkor megy szét, megy szét, és szépen felszívódik a homokba. És nem jut el sehova. A glónonok egyszerűen szétszórják az energiát. Na most tudjuk, hogy vannak olyan fermionok, olyan részecskék, olyan kvarkok, amik kapcsolódnak hozzá. A gluonok nem tudnak messzire menni. Ezért a hozzájuk kapcsolódó kvarkok se tudnak egymástól túlságosan messzire menni egy elegendő nagy világban a kvarkok nem mennek egymástól messze, hanem összebújnak egy kis csomóban, egymás között glónokat e, csereberélnek. Ezt hívják például a protonnak. Proton belsejében van három kvark, és egymás között csereberélik a rövid távon küldözgetett glónokat, messzire nem tudnak elmenni a glónak. Ezért, mert egymással ilyen erősen össze vannak csatolva. Jó, ezért a a kozmológiaig nem kell számolni. Bebújnak a proton belsejében. Ezek hívják Mit csinálnak a gyenge bozonok? Hát ők meg szintén megbeszéltük, hogy a skalármezőkkel erősen kölcsönhatnak, ezért marha nagy tömegük lesz. Mennyi az a marha nagy? Az elektron tömegének 160 ezer szerese. Az egyik, a másik meg 180 ezer szerese. Ez jó nagy. Át lehet számítani meg elektron voltra, zsúrra és fokra is, hogy hány fok, hány, mekkora hőmérséklet kell ahhoz, hogy ilyen energiát összpontosítsunk. Volt ilyen hőmérséklet az univerzum kezdeti pillanataiban. Később nagyon ritkán tudunk ennyi energiát összpontosítani. Amikor ezt az elméletet megcsinálták, utána 10 évig tartottam még a CERN-be, annyi energiát összpontosítottak, 83-ra sikerült felfedezni a megjósolt W és Z részecskéket. Megfelelően tudták összpontosítani az energiát, mert ez nagy energia. Tehát az univerzumban spontán nagyon ritkán gyűlik össze ennyi energia. És akkor ezekben a folyamatokban, amit a, a, ezek a W-részecskék innak, ezekben csak ritkán történik valami. Ritkán, és ha létrejött ráadásra egy ilyen W-részecske, akkor nagyon hamar elkérik tőle az energiáját, mert őnek is túl sok van ahhoz, mint amennyi az átlagos. Ezért szétosztja más részecskéknek. Tehát nem is megy messzire. Ezért ez nagyon rövid távú, és csak ritkán előforduló folyamat, ezért hívják ezt gyenge kölcsöhatásnak. Ezért nem képzelhetjük el azt, hogy egyik csillag a másiknak egy dupla vébazont küld. Jó? Ilyenek nincsenek. Csillagászatban, kozmológiában ezek nagyban nem működnek. Benne a csillag belsejében, ahol sűrűn van az anyag, és ott történek történnek ilyen részesség közötti folyamatok, ott fontos szerepet játszik a gyenge kölcsönhatás, de kinn kozmológiában nagyban nem játszik. Hát kimarad. Marad a foton. Ő az egyetlen vektorbozon, ami nem hat kölcsön a skalármezőkkel, és önmagával se, nem szórja szét az energiáját, kikkel tudott kölcsönhatni, csak a töltött fermionokkal. A fermionok meg olyan ritkák, mint a fehér fermion, mint a fehér holló, ritkán vannak az univerzumban fermionok, ezért a foton megy, mint az állat egyenletesen, nem találkozik senkivel, és bejárja az univerzumot. A foton az az objektum, ami messziről is tud információt hozni, ezért találták fel a csillagászatot. Fényjel. Természetesen azóta már többet tudunk a világra, és tudjuk, hogy más dolgok is mennek messzire. Most itt nem tudok minden részletet kitérni, de például a neutrinok, azok fermionok, de nagyon kis valószínűséggel hatnak kölcsön másokkal, és ezért mennek, 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 és fütyülnek a többiekre. Éppen ezért viszont nehéz őket detektálni, mert hogy nem akarnak kölcsönhatni a detektorral sem. És még van egy dolog, amit szintén nehéz detektálni, de azért megy gyenge, de az nem a részecskékhez tartozik, azok a gravitációs hullámok, és csak nemrég sikerült, és azokról is volt itt is, hogy a gravitáció Fogjátok, ezekkel is lehet messziről információt szerezni, csak nehéz. Leggyakoribb információforrás az univerzumból az a foton. És emiatt a fotonok azok kozmológiai távolságokra is eljutnak, és kozmológiai időig is léteznek, és ezért az univerzum történelmének igazi túlélői a fotonok. Ők azok, akik hosszú távon megmaradnak. Őrülünk szól felmondnak ez a című könyve. Na most van még egy futottak még kategória a részecskék között, ezek a fermionok. Hát mi is fermionokban vagyunk, de hát mi is futottunk még. Na most ezeknek nagyon sok speciális tulajdonsága van a többi részecskéhez képest. Például ő rájuk megmaradási tételek állnak föl. Láttuk a diagramokban, hogy ha bejött egy elektronvonal, akkor ki kell menni egy elektronvonal, nem tud úgy megszűnni, mint egy ilyen hullámvonal. Ezeket a megmaradási tételeket valamikor a 40-es, 50-es években fedezték föl. Az egyik első Wigner Jenő volt, aki a de barion megmaradását fedezte föl. Következő pedig Mars György, aki itt tanított mennünket, és mindenki tőle tanult annak idején a relativitás elmélet, meg a részecskefizikát. Ő 1952-ben jött le állni, a lepton töltés megmaradásra, és vele párhuzamosan neves orosz kozmológus Jakov Zeldovics is rájött ugyanerre. tehát a fermionoknak van egy ilyen furcsa tulajdonságuk. Emiatt nem lehet csak úgy hirtelen kelteni egy fermiont, mindig párosával kell, egy, egy, mondjuk egy elektront meg egy pozitront. Semmiből nem lehet egy elektron csinálni, egy foton nem tud kibocsátani egy elektron. annyi energiának kell, hogy egy elektron-pozitron párt keltsen, mert különben nem stimmelnek, hogy előjelen kell számítani, egyiknek pozitív száma van, másiknak negatív, kettő együtt már nulla, olyat már lehet csinálni. Tehát ez a folyamatokat erőtésem kiti. Felespinjük van, és ebből következik a Dirac egyenlet vonatkozik, rá Dirakot már mutattam. Ő az, aki 1929-30-ban egyesítette a speciális relativitás elméletet és a kvantumelméletet, és kidolgozta a Felespinő részecskéknek az elméletet, és mellékesen ezzel az elmélettel megjósolta az antianyagnak a létezését is. Jó, és emiatt érvényes rájuk, ezt már csak később vezették, hogy emiatt, hogy felesminőek, érvényes rájuk a Pauli féle kizárási pedig Paulinak a hivatalos képe, ő maga tette ki magáról ezt a képet. Na most a Pauli elven alapul az egész kémia, meg a sziráltás fizika jelentős része, ugye azt jelenti, hogy egy állapotban több elektront, vagy fermiót nem lehet elhelyezni. Ezzel szemben a bozonok mit tudnak csinálni? Azok szeretnek egy állapotba összegyűlni, tehát például sok milliárd vagy kvadrillió foton is lehet egy állapotban, és ezt hívják klasszikus elektromágneses hullámnak. Bozonokat a klasszikus fizikában lehet észlelni. Elektronhullámot nem észlelünk a klasszikus fizikában, az elektronoknak a részecske tulajdonsága dominált először, amikor észrevették őket, mert hogy egyesével jelentkeztek nem tudtak egy ilyen nagy makroszkopikus hullámot létrehozni, mint mondjuk a fotonok. Tehát a Pauli-féle az nagyon sok mindenért felelős. Na most a fermionoknak további érdekes tulajdonsága, hogy ez egymással közvetlenül nem hatnak kölcsön, hanem pozonok közvetítésével. Itt például az elektron kilőtt egy fotont, és a másik elektron elnyelte azt, és ezt hívjuk úgy, hogy taszítják egymást. Nem úgy van, hogy összeütközött a két elektron, és csináltak egymással valamit. Hasonló folyamatok vannak itt a másikkal, a glónakkal, meg a vevérészecskékkel, és ezért hívják azokat a bizonyos bozonokat közvetítő bozonoknak, mert a fermionok közötti köz, kölcsönhatásnak a közvetítésére ők igen alkalmasak, és ez az egyik fő dolguk. Na most nem mindenki mindenképpen hajlandó kölcsönhatásra lépni, a vevő és z részecskével az összes fermion kölcsönhat. A glónokkal csak a kvarkok, pontosan azokat a fermionokat nevezzük kvarkoknak, amik a glónokkal kölcsönhatnak. A fotonnal csak azok, amiknek elektromos töltésük van, tehát olyan a csatolási állandójuk, ami mi messziről is felismerünk, hogy töltése van. Van még egy nevezetes tulajdonság a fermionoknak, ezt mondtam, hogy mindegyiknek tömege van. Ezért mindegyik belesik abba a csapdába, amit az előbb mutattam, hogy előbb-utóbb az univerzum hűlésével ők már ilyen túl gazdagok lesznek, és előbb-utóbb meg kéne tőlük szabadulni. Nimmel? Tehát a fermionok ideiglenes szereplők az univerzumnak a történetében, ami részünkről nagyon szomorú, de hát még egyszer, ugyan a szubjektív befolyások legyenek. Hát tekintettük a jelenleg ismert anyagmezőket, egyet kihagytunk, a sötét anyagot. Miért, mert arról nem tudunk semmit? Valamit tudunk, de nekem a magánvéleményem az, hogy ezt a képet, amit itt most fölvázolok, azt a sötét anyag nem nagyon befolyásolná. El tudom helyezni a képen, mert úgy a sötét anyagra vonatkozó hipotéziseket, hogy ez az ez a egész távlati kép, amit itt most próbálok adni, ez körben ugyanúgy néz ki. Majd lesz egy pont, ahol a sötét anyag fontos lesz, de az még messze van. Mi a lényeg? korai állapotban, ameddig vissza tudunk nézni, ott az infláció előtt, ott a skalármező volt a domináns. Amikor ez elérte azt a kritikus pillanatot, akkor következett be az infláció. És a későbbi korban pedig a fotonok dominálnak. És ezért az univerzum történetét úgy mondhatjuk el, hogy az energia átcsoportosul a a fotonokhoz, és ezt egyszer már lerajzolta. Közben ott voltak közvetítőként a fermionok, de a végállapotban fotonok lesznek. Nagyon durván ez az univerzum története. És most akkor ennek alapján, tehát ez sok duma volt az anyagról, most már nagyon egyszerűen összerakhatjuk, mint a legókockákból az univerzum történetét. Szabályosan, a fizikai törvényeknek megfelelő módon. Jó? Tehát a ma ismert fizikai törvények alapján. Egy logaritmikus időskálát rajzolok. Múltkor beszéltünk arra, hogy a, a dinamikai időskála szerint a nagybum az véges idővel ezelőtt volt, de mondhatjuk úgy, hogy a kitevőket tesszük, hogy 10 a mínusz sokadikon, és akkor a nulla az kim van a balra a végteremben. Hát föl kell venni valahol az egy szekundumot, ezt képest helyezzük el a ma eseményt. Ma az 10 a 18-dikon másodperccel a nagybum után volt, tehát 18 egységet kell jobbra menni, Hát ott most fölvettem egy önkényes egységet, és 18 egységgel elmentem jobbra. Hát milyen eseményeket lehet még megnézni. Van az úgy plank Planck idő, ja nem, hát az infláció, azt már megbeszéltük. Az infláció 10 36-on másodpercből, 10 32-en másodpercig tartott. Itt most arányosan van elhelyezve ezen a logaritmikus skálán. 10-36. kontort, 10-11. Ennyit ismerünk eddig, ennyit beszéltünk meg a Univerzum végtelen történetéből. A többinek még van egy fél óra. Na, hát akkor a, a balra megyünk tovább. Ja, közvetlenül az infláció előtt ott volt a nagy energiájú skalármező, ami aztán ugye lecsökkent, ennyit tudunk ott róla. De hogy az hogy keletkezett, meg azelőtt mi csináltunk, arról viszonylag kevés elképzelésünk van. De valahol régen. 10 a mínusz 43-on másodpercnél, azt mondjam, meg én be lehet rajzolni, ott volt a nőtt Planck idő. Plank időre van egy képletem. Az alapvető természeti állandókból, gravitációs állandókból, Planck és fénysebességből lehet összerakni, ezt még maga plank számolta ki akkor, amikor kitalálta a Planck állandót. Ő úgy gondolta, hogy ez, a, ez ilyen természetes időskála. Ezzel kapcsolatban érkezett egy csomó kérdés, most akkor arra válaszolok. Azt mondták, hogy meséltem, megyünk vissza, sose érjük el a nullát. Mert hogy a fél egyenesen, amiben nincs benne a nulla, minden pont előtt voltak. Na, de ha elérjük a plankidőt, időt, ami az idő egységei, az olyan kemény, és ott koppanunk. Ilyen kérdések érkeztek, Nem koppanunk. A Planck idő az nem az idő kvantuma, és nem az idő legkisebb egysége, és nem az idő határa. Az egy közelítő érték, azt jelzi, hogy ha ehhez a tartományhoz közeledünk, akkor ott már figyelembe kell venni a gravitáció és a kvantumelméletnek a közös elméletét, ami még nincs. Tehát ott nem tudjuk jól leírni se a teret, se az időt, se a kvantum jelenségeket, de az nem egy, hogy mondjam, nem olyan, mint a, 5 forint, aminél kisebb pénzzel nem lehet fizetni. Továbbra is mehetünk lefelé, csak nem tudjuk, hogy milyen fogalmakkal kell ott kezelni a dolgokat. És természetesen ezen az ábrán balra még a nulla az a mínusz végtelenben van, szóval mehetünk még sokáig. Ott minden esetre a kvantum gravitáció uralkodik, és az berajzoltam amilyen szürkével, mert nem tudunk róla semmit. Jó? Az a kvantum gravitációs korszak. Most van ez a korszak, ahol ez a kérdőjel van. Ez az, amiről jó lenne tudni, csak egyszerűen ehhez akkor a gyorsítókat kéne építeni, hogy olyan energiákat összpontosítsunk, mint ami ott volt, ami körülbelül a naprendszer méretével egyeznek meg pillanatnyilag a kormányok ezt nem hajlandók finanszírozni. Hát ez felháborító, de lényeg az, hogy egyelőre még nincs kísérleti adat erről a korszakról. Ugye minél visszamegyünk, annál nagyobb energiát kéne befektetni a vizsgálatokhoz. Viszont vannak ezek a korszakok, amikről az eddigi fizikai ismereteink alapján, az előbb megbeszéltek alapján határozott kijelentéseket tehetünk. Tehát mindjárt megint tesszük ezeket a határozott kijelentéseket. Véget ért az infláció. Hogy is ért véget? Ugye eredetileg nagy volt a hőmérséklet, és a skalármező középen tartózkodott, és szimmetrikus állapot volt. Csökkent a hőmérséklet, és 10 a mínusz 36. másodpercnél elérte a, annak a hupinak a csúcsát. Akkor a skalármező még mindig középen van, és jól teszi. Utána a hőmérséklet tovább csökken, de a skalármező még mint buridán szamára ott és töpreng, és ekkor az átlag hőmérséklethez képest jó sok pozitív energia van a skalármezőben. Ekkor történik az infláció. Amíg a, a hőmérséklet már kisebb, viszont a skalármező fönn van a csúcson. Aztán egyszer csak elérkezik a 10 32-en eh, másodperc, amikor leesik a skalármező a gödörbe, a termodinamika boldog és jól érzi magát, mert hogy akkor energiája van, mint amennyi jár neki. Viszont ettől kezdve van, van a, 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 a tömege. De mi történt a V0 energiával? Ne felejtsük, az energiasűrűség, és az azt jelenti, hogy a minden térfogat egységben van v energia, az felszabadul. És Kalármez az azt mondja, ennyi volt, nekem most leugrottam a gödörben, az energia. Mi történik? Hát erről mindenféle érdekes hipotézis van forgalomban, részletek bonyolultak, de durván azt lehet mondani, hogy ez a felszabaduló energia részecske anti részecske a fermion antifermion párokat kelt. Így, ezt már szóltuk. És karármezőből mondjuk elektron pozitron pár, ezt marha nagy energiával. Sokkal nagyobbak, mint amiket a részecske gyorsítókban el tudunk kérni. Ezek viszont mit csinálnak? Hát egyrészt kibocsátanak fotonokat, másrészt annyira – Ezt is lerajzoltam már. Kibocsátanak fotonokat, annihilálnak egymással, de most menjünk tovább. Nagyon nagy energiájú fotonokat, meg egyéb ilyen részecskéket bocsátottak ki, azok újabb részecskepárokat keltenek. És ezt most hadd ne tovább. Nagyon rövid idő alatt nagyon sok részecske lesz, és mind átalakulnak egymásba, energiát cserélnek. Ha sok objektum, sok energiát cserél, akkor beáll a termodinamika egyensúly. Tehát ez az állapot elvezet egy forró, sűrű plazmához, amiben ott van minden részecske, minden objektum, ez az ősi tűzgömb, amiről egy külön előadás volt feltámadás a hőhalállal címmel. Ebben termodinamika egyensúly van, a hőmérséket szabja meg az objektumoknak az állapotát, mindenki mindenkivel kölcsönhat és boldogan eh, rohangásznak össze-vissza. Tehát ez, ez, olyan, hogy erről külön két órát lehet domálni, de domáltam is megkeresni. Jó? Így jött létre az ősi tűzgömb, a skalármező felszabaduló energiájából jött létre. Na most eközben az ősi tűzgöm belsejében mindenféle érdekes dolgok történnek. Egyebek között itt van az, az esemény, amikor a táguló univerzumban elérkezünk odáig, hogy két részecske közötti átlagos távolság meghaladja azt a távolságot, amennyire a glónok hajlandók elmenni. Emlékeztek a glónokra a szétfolyó folyó a sivatagba. Bizonyos távolságig tud kölcsönhatást közvetíteni, hiába van neki nulla tömeg, amivel elmehetne a végtelenbe, de szétszórja az energiáját ezért a kvarkokat nem engedi messzire. Na most, amikor a tágulás szét akarná tépni a kvarkokat, akkor mi történik? Akkor ez az anyag szétszakadozik cseppekre. Tessék, elképzeljük a folytonos vízpára, ritkítjuk, lecsapódik cseppekbe. Ilyeneket lehet megfigyelni például a köt kamrába. Cseppek lesznek. Mi van ezekben a cseppekben? A cseppekben benne ülnek a kvarkok, köztük rohangáztak a bulónok, de kifele nem mennek glónok, tehát a két csepp közötti távoli összekötetés nem kell. Ezeket a kis cseppeket, amiknek a belsejében vannak a kvarokok meg a glónok, úgy hívjuk, hogy hadronok. Ez a korábban eleminek tekintett részecskéknek a egyik típusa, a kvarkokat tartalmazó részecskék. Ezeknek több típusa van, az egyik alaptípusban van egy kvark, meg egy antikvark. Ezek később tudnak annihilálni esetleg. Ezeket hívják mezonoknak. De vannak olyanok, amikben három kvark van, ilyen például általunk ismert proton meg a neutron. És természetesen ezeknek van antirészecskék, az antiprotonban három antikvark van. A mezonoknak is van anti de azok is ö, szóval egymással is tudnak ott kölcsönhatni. Idén jelentették be azt a régen megjósolt újabb fajta objektumot, amiben csak glónok vannak. Emlékszünk, a glónok egymással is tudnak kölcsönhatni. Ezt egyszerűség kedvéért ragasztó golyónak, vagy glóbólnak hívják ragasztó labda. A glónok maguk alkotnak, minek nekik vark, magukat is meg tudják kötni szintén fölbukkan időnként a fizikai irodalomban, meg a, a népszerűsítő tudományos bulvársájtóban az, hogy felfedezték a pentakvarkokat, tehát öt kvarkos kötött állapotokat, meg ilyesmiket. Nálunk is többfele folynak kutatások, hogy a CERN adatainak a feldolgozásával talán találunk pentakvarkokra utaló nyomokat. Ezek ideig sem léteznek, és abban más termékeikből lehet őket azonosítani. Jó? Na most létrejött egy ilyen csepp, ő továbbra is részt vesz az ősi tűzgömnek a kölcsönhatásában, de mint egység. Tehát innentől kezdve már nem a kvarkok az egységek, hanem mondjuk a protonok, neutronok, meg az egyéb hadronok. Ugyanúgy tudnak energiát cserélni, meg töltéseket, meg egyebeket a többi objektummal, de most már ilyen nagyobb egységként, mondjuk így családonként szaladgálnak, nem egyesével hangásznak. Tehát ez egy érdekes dolog. Mi ez? Ez a struktúra képződése első lépése. Ez az első struktúra, ami létrejön a hadron, a kvarkokból összetett objektum. Na most ugye előbb megegyeztünk, hogy létrejött az ősi tűzgömb, erről szólt ez a külön előadás. Kezdetben nagyon meleg van, nagyon nagy sok, sok, az energia, sokkal nagyobb, mint akármelyik résztvevőnek a tömege. Akkor emlékszünk, akkor mindegyik objektum úgy viselkedik, mint a foton. Az azt jelenti, hogy ha betesszük a gravitációs egyenletekbe, emlékeztek, a múltkor megmutattam, hogy ha nem a mostani gáz tesszük be, hanem a a sugárzást, a fotongázt, akkor is ugyanolyan jellegű, kicsit más, de hasonló jellegű tágulási görbéket kapunk. Jó, hát akkor tágul az univerzum, ilyen majdnem fotongázzal megtelítve. Na, de csökken a hőmérséklet és mi történik? Eleinte mindenki úgy viselkedett, és akkor azt mondhatjuk, hogy az anyag meg a, sugárzás, a hő sugárzása ugyanaz volt. Egymás sugározta ki a részecskék. De ha csökken a hőmérséket, akkor egyszer csak elérkezünk oda, hogy a legnagyobb tömegű részecskéknek a tömege alá lecsökken a hőmérséklet, és akkor az abban a frusztrált állapotba kerül, amikor túl sok meg az energia, és el kéne bomlani. El tud bomlani? Tud keletkezni? Eddig miért volt belőle ilyen sok? Mert a fotonok keltettek őt is, meg az antirészecskét is. De most már a fotonoknak nincs elegendő energiája egy ilyen nagy tömegű részecskének a keltésére, meg a párjának a keltésére, ő elbomlani tud, de úgy, hogy? Úgyhogy találkozik az antirészecskével, és létrehoz egy fotont. vagy kettőt. De újabbak már nem keletkeznek, ezek elkezdenek fagyni. Nem úgy, hogy más részecskékbe alakulnak, hanem találkoznak az antirészecskékkel, és szépen sorba párosával meghalnak. Oké. Okay. Tehát a metastabil részecskék annihilációval, szép lassan, elfogynak. Ugye erre az ábrára szeretnék emlékeztetni, hogy a hőmérséklet kisebb, mint egy adott tömegű részecskének a tömege, akkor annak meg kéne halnia, minden zsűrnek annak idején a filmben, de hogy kell meghalni, úgyhogy Anni Hirála a párjával. Na most akkor ez azt jelenti, hogy sorba kell rakni a részecskéket, csökkenő tömeg szerint. Először a legnehezebbek halnak, meg aztán a könnyebbek, és így tovább. Ebben megint emlékeztetnek a disznókra. És akkor, hogy csökken a hőmérséklet, akkor párosával eh, anihilálnak, és egyre kevesebben lesznek eh, olyanok, akik jelen vannak a hőmérsék egyensúlyban. Az energiájuk átmegy a fotonoknak, meg a könnyebb részecskéknek az energiájába. Mivel, hogy a szimmetria miatt mindegyikből ugyanannyi van, mint az antirészecskéből, ezért mindenki talál előbb-utóbb párt, és szépen párosával szétsugároznak. És egy-egy adott részecsketípus teljesen kipusztul mi a folyamat vége. Ugye a, a könnyű fermionok, leptonok megtalálják a párjukat, elektron, a pozitront és így tovább. A neutrinó az egy furcsa jószág, az esetleg túléli azért, mert ő nem tud közvetlenül kölcsönhatni az antineutrinóval, ezért egyszerűen elfelejt randizni vele, és ezért életben marad, úgy tévedésből. De ő nem sok vizet zavar, lehet, hogy fontos lesz, de pillanatnyilag úgy tűnik, hogy nem játszik a későbbiekben túl nagy szerepet, de valahol ott van a háttérben. De a, a többiek azok kipusztulnak. A nehéz bozonok azok nagyon, ezek voltak, azok viszonylag hamar meghaltak. A glónok bezáródnak egy protonba, meg egy antiprotonba, de a proton meg az antiproton megint csak a nélel is elpusztul. Mi marad? Csak fotonok. Az univerzumban, esetleges neutrinókon kívül csak fotonok maradnak, mondják a fizika törvényei. Mikor? Hát eljön az ősi tüzgöm vége, akkor, amikor a legkisebb tömegű részecskék is annihilálódnak. Mik a legkisebb tömegű részecskék? Az elektron és a pozitron. Ezeknek az ember kiszámítja az energiáját, az egy megaelektron elektron volt. Megnézzük az univerzum hőmérsékleti történetét, hogy mikor érkezik el egy megaelektron volt hoz a hőmérséklet. Egy szekundummal, egy másodperccel a nagy után. Egy másodperccel a nagy után az univerzumban nincs más, mint fotonok. Hogy kell ezt miniszterelnöki nyelven mondani? El, elszórtuk, nem kicsit, nagyon. No? Szóval itt valami nagyon nem stimmel, de ez jött ki a fizika törvényeiből, bocsánat, hát most akkor mondjuk tovább. Tehát a, ez a mi maradt, maradt a fotonsugárzás, ez a hajdani tűzgömnek a vízfénye, ami plankeloszlású, de most már nincs egyensúlyban semmivel, mert nincs rajta kívül más. Ennek a sugárzásnak van egy érdekes törvénye, hogy ha tágul az univerzumban, így, akkor továbbra is plankel és olyan, mintha hőmérsékleti sugárzás lenne, de már nincs egyensúlyban senkivel. Ez annak a következménye a fotonnak nulla a tömeg, ezt ki lehet számítani. Erről külön előadás szólt annak idején, hogy ennek a, a hősugárzásnak milyen érdekes tulajdonságai vannak. Tehát marad egy táguló, egyre hűlő foton e, massza, ami betölti az egész univerzumot. És akkor berajzolhatjuk. Egy szekundumig volt az ősi tűzgöbb, amiben termodinamika egyensúly volt, a jelenlevő összes részecské ott volt, és egyre kevesebben voltak jelen, mert ugye sorba kihaltak az öregek, és a egy szekundumnál az utolsó részt felvett, és kihalt belőle, és maradtak a fotonok, és utána, egy szekundum után megmaradt, micsoda, a táguló fotongömb. Tehát az annyi marad az univerzumból, ahogy Eddington annak idején fogalmazta, egy egyre hűlő, gyengülő rádiósugárzás. Nagyon szomorú. Ugye ez a Planck eloszlás, háttérsugárzás, de előtér nélkül. Nincs, nincs, nincs olyan semmi, ami meg ő a háttere legyen. Tehát egy másodperccel nagy bum után véget ért a sztori. Megkezdődött az utolsó felvonás, ami a végtelenig tart. Oké, okay, hiszen fotonokosan nem tudnak mit csinálni, gyengülnek, hűlnek, kilométeres hullámosszak, fényévnyi hullámosszak lesznek. Na de, hát hol van az, amit ígértem? Az élet az értelem, meg a minden. De hát bocsánat, ez jött ki a fizika ismert törvényeiből. Oda van írva, hogy a fizika ismert törvényei alapján logikusan levezettük a sztorit. És akkor most jön a hoppá. Hoppá. Uh. Van egy érdekes, extra fizikai tapasztalat, ami az alaptörvényeinkből nem vezethető le. Sőt, úgy is mondhatnám, hogy kicsit ellent mond nekik, de minden esetre kísérletileg tapasztaljuk. És ezt úgy szokták röviden és dramatikusan mondani, az antianyagtitka. Ilyen erőadásokra rá lehet keresni, az antianyagtitka. Durván azt jelenti, hogy az anyag és az még mégsem annyira szimmetrikus, mint ahogy azt gondoljuk. A gondoljuk az egyrészt kísérleti, másrészt elméleti megfontolásokból van. Ugye a kísérleteket végzünk, elméletre számolgatunk, és mindenből az derül hogy az anyagvérkő az antianyag tök szimmetrikus. Volt erről is külön előadás, Soltér Andrá, aki a e, tanítványunk volt, és a e, CERN-ben végzett kísérleteket, például az antianyag tömegének, az antihidrogénnek a tömegének a meghatározása, meg ilyesmikre, teljesen ugyanannyi jött ki, mint a, a közönséges anyagére. Mindenféleképpen ugyanolyan. Ennek ellenére, tehát ugye ebből azt következő, az következősítőzgő, mert tök egyformán szerepel az anyag, meg az antianyag de mégiscsak ez az anyag antianyag szimmetria sérül egy picit, nem nagyon. Annyira, hogy valahol ott az ősi körülbelül egy nagyságrendet mondok, egy milliárd antirészecskére jut egy milliárd plusz egy részecske. Ezt típusonként esek érteni, külön az elektronokra, pozitronokra, külön a protonokra, antiprotonokra, meg egyebekre. És ezért, amikor szétsugároznak, az egy milliárd proton megtalálja az egy milliárd antiproton, de marad még egy proton. Ugyanúgy, az elektronok pozitronok párosában megtek, marad egy elektron. Na most az elektromos töltésnek a megváltása nem sérül, mert egyikből pozitív marad, másikból negatív, tehát ez megszólal boldog. De mi történik? Mi ennek az aszimmetriának az oka? Nem tudjuk. Gözünk sincs. Mindenféle hipotézisek vannak, és írnak róla cikkeket, de valahogy a fizika egyéb törvényeivel ez nem nagyon nem akar összeférni, és nem akar azokból kijönni azokból az jön neki, hogy szimmetrikus. De tény, hogy nem szimmetrikus. Nagyon picit sérül a szimmetria, de sérül. Na most miért pont az anyag maradt meg, és nem az antianyag? Erre rettentő egyszerű válaszom, azt hívjuk anyagnak, ami megmaradt, mert abból vagyunk. És ha fordítva maradt volna meg, akkor azt hívnánk anyagnak. Na most, mi ennek a következménye? Az előbb azt mondtam, hogy a univerzum korábbi fejezetei véget értek egy szekundummal a nagybum után, mert akkor mindenki szétsugázott. És akkor ez már nem az ősi tűzgöm, csak a üresen táguló foton anyag. De most viszont maradtak benne töltött részecskék, mondjuk protonok meg elektronok. Tehát továbbra is érvényes, működik az ősi tűzgöm, és a termodémik egyensúly is fennáll. Nem hagyja abba egy szekundumnál, mert a, nem sugároztak szét, maradt még valaki. A rengeteg foton között ott maradtak, mert barionok, tehát a, amik a három kvarkból állók, és leptonok, tehát például elektronok, meg műanok meg Hideg van, ahhoz már nincs energia, hogy a fotonok részecské-antirészecské párokat tudjanak kelteni. Viszont mit tudnak csinálni? Ezt is lerajzoltam már. Tudnak szóródni a töltött részecskékkel. A szóródás is energia csere energiacsereken a termodinamikai egyensúlyhoz. Tehát most már nem olyan durván történik, hogy megszűnnek a részecskék, meg újjak keretkeznek, csak a töltött részecskéken szorodnak a fotonok, és ezzel tartják fenn a termodinamikai egyensúlyt. És ezzel az ősi tűzgöm az egy szekundum helyett 10 a 13. szekundumig még kitart. 10 a 13. szekundumot át lehet számolni, Ági múltkor emlegette, 380 ezer év. Addig kitart az ősi tűzgöm, tehát hosszabbított. Prolongáltuk az ősi tűzgömbnek a létezését azért, mert maradtak benne töltött részecskék. És emiatt a pici szimmetria sértés miatt. Jó, és akkor mi történik? Hát a, ezek között a túlélő barionok meg leptonok között is vannak nehezebbek, meg könnyebbek. A nehezebbek lebomlanak a könnyebbekre, de a könnyebbek nem tudnak továbbomlani. Miért? Mert a, megbeszéltük, hogy a fermionokra van szám megmaradási tétel. Wigner Jenő kitalálta a szám megmaradási tétel. A barionok közül a legkönnyebb nem tud továbbomlani, hogy hova fenébe adja a barion töltését. A leptonok közül a legkönnyebb az elektron, nem tud továbbomlani. De ő még az elektromos most töltést se tudja továbbadni. Tehát a legkönnyebbek kénytelenek fennmaradni. Ezek szerint akkor többi már elbomlott, és akkor ebben a forró plazmában ott vannak a protonok, a neutronok elbomlanak 15 perces idővel, de a protonok meg az elektronok maradnak benne. Tehát milyen anyag marad itt? Olyan anyag, ahol a rengeteg foton között ott vannak elektronok meg protonok, és ez az anyag, ez kitart sokáig. Természetesen a rengeteg foton mellett nem nagyon számít az a proton meg az elektron, de hát ő hozzájárulnak, de katalizátor ott az energia cseréhez és a termelők egyensúly fenntartásához. Na most ne felejtsük el, hogy ezek tömeges részecskék. A protonnak is, meg az elektronnak is van tömege, ott a képlet. És emlékszünk arra is, hogy a sebességet úgy kell kiszámítani, hogy az impulzust elosztjuk az energiával, és ez kisebb egynél. Tehát ezek szemben a fotonnal nem célsebességgel mozognak, hanem lassabban. Van nekik nyugalmi koordináta rendszerük, hogy csökken az energiájuk, lelassulhatnak például egymáshoz képest, egymás mellé állnak, és kötött állapotokat tudnak létrehozni. Ez eddig nem volt. Egyfajta kötött állapottal találkoztunk, amikor a gluónok összerántották azokat a hadroncseppeket, de most viszont különálló objektumok összeállnak, mert a kölcsönhatás összeköti őket. Megkezdődik a struktúra képződés. Ennek a prolongált történetnek, amit hozzátettünk a, a standard univerzum történethez, a szimetia sértés miatt hozzáraktunk még néhány fejezetet, ennek a központi eseménye a struktúrák kialakulása. A struktúrákról is volt több előadás, külön ilyen, hogy struktúrák a térben és időben, de nézzük meg, hogy milyen struktúrák jönnek. A legalsók, legelsőket már láttuk, a, a hadronokat. A standard forgatókönyv szerint a hadronok az antihadronokkal anéljának, aztán utána kész. De ez szerint az unortodox forgatókönyv szerint ezeknek némelyike például a proton megmarad. Tehát az már egy összetett struktúra. Következő lépésben ezek össze tudnak egymással ragadni. A könnyű, amikor még voltak egy ideig neutronok is, a protonok meg a neutronok össze tudnak ragadni, és mit hoznak létre a könnyű atommagokat. Gamma vannak idején úgy képzelte, hogy az összes kémiai elemnek az atommagjai ebben a fázisban jöttek létre. Forró univerzumban a protonokból, neutronokból összeragadtak nehezebb a atommagok. A részletes számítások azt mutatták, hogy csak az első néhány, a litiumig, beriliumig lehet eljutni, azon túl nem. többieket már a csillagok gyártották le. De mindesetre a létrejöttek a könnyű atommagok. Ezek egyszerű struktúrák. Hűl-hűl az univerzum tovább, és egyszer csak elérkezünk odáig, amikor már akkora a hogy egy proton meg egy elektron is összetud kapcsolódni. Ez a 3000 Kelvin, és ez az a bizonyos 10-13 másodperc, amit az előbb mondtam. Ekkor létrejönnek az atomok, mint újabb struktúrák. És az akkor most már tényleg véget ér a plazmakorszak, már az ősi tűzgömb kihalt. Hiszen most nem annihilációval haltak meg a, a részecskék, hanem egy pozitív meg egy negatív összekapcsolódott, és egy semleges objektumot, egy hidrogénatomot alkotott. Jó? Innentől kezdve a fotonok ezzel már nem nagyon tudnak kölcsönhatni. A fotongáz önmagában elkezdi azt a tágulást, amiről az beszéltünk, hogy tovább csökken, és olyan, mintha hőmérséklete lenne, pedig igazából nincs is senkivel kölcsönhatásban, csak a hőmérséklet paraméterre szép lassan változik. A fotongáz leválik, és közben szép búcsút vesz, és az utolsó szelfi, amikor még együtt voltak a, 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 a fermionok, meg a, a fotongáz, ennek a nyomát látjuk ezen a bizonyos képen, ami a háttérsugászástok a elosztását mutatja. Na most az atomos anyag gravitációsan instabil, erről is lehetett sokat hallani, már itt sokszor beszéltünk, elkezd csomósodni. Ugye a máti effektus szerint, akinek van annak adatig, akinek nincs adattal, az is elvetetik, ahol sűrűbb az anyag, az még gyorsabban összesűrűsödik. Na most ezt magában emelék, valószínűleg ez az a lépés, ahol a sötét anyag mere Erről beszéltem a Sötét Anyag című előadásban. A Sötét Anyag hamarabb elkezd csomósodni valahogy, pontosan ilyen szálas struktúrát alkot, és az atomos anyag, amikor létrejön, az akkor a szálakra rakodik le, mint a első csepp a pókhálóra. És azért alkot olyan szálas struktúrát a jelenlegi anyag az univerzumba. Ez egy megint egy új jelenség. Eddig azt mondtuk, hogy az anyag hőmérséklete, az anyag sűrűsége Mindenhol egyforma volt, pici kis különbségekkel. Innentől kezdve megjelennek a térbeli különbségek. Egyik helyen sűrűbb, másik helyen ritkább az anyag. Ha összesűrűsödik, megint fölmelegszik, másik helyen meg hideg marad. Most már nem elég azt mondani, hogy egy milliárd évvel a nagybum után ennyi volt a hőmérséklet, egyik helyen ennyi volt, másik helyen annyi volt. Térbeli elosztásokkal kell foglalkozni. És, És bizonyos helyeken annyira föl tud melegedni az anyag, hogy ismét megindulnak a korábban már látott folyamatok. Például atommagok összeütköznek és reagálnak egymással. És ezt hívják úgy, hogy csillag, Megélnek a csillagok, amelyeknek a belsejében olyan folyamatok vannak, mint az első három percben a nagy bomba, csak a csillag az egy ravasz önstabilizáló rendszerrel, ezt évmilliárdokig fön tudja tartani. És most már nem csak fizikusokra van szükség az univerzum leírására, hanem már csillagászokra is, hiszen már vannak csillagok. E, és a csillagok tartósan fennmaradnak, és tartósan gyártják a kezdetben jelen lévő egyszerű struktúrákból, könnyű atommagokból a nehezebb atommagokat. Jó, erről is volt e, részletes előadás a atommagok struktúráról, lesz is. Most majd családmáté fog beszélni. Olyan folyamatok is ne amikor az ősi nem voltak jelen, ezek gyártják a a kémiai periódusos rendszer a nehezebb elemeit. És azt is tudjuk, hogy a szupernovák felrobbannak, erről is volt előadás, és az szétszórja a nehezebb anyagokat az univerzumba. Azok a nehezebb atommagok, amik kirepültek, azok, amikor lehűlnek, akkor befognak elektronokat, és nehezebb atomok jönnek létre, tehát például a szénatomok, meg vasatomok, meg ilyesmik. Sőt, amikor még hidegebb lesz, akkor mi történik? Ezek az atomok másodlagos, gyengébb kötésekkel egymással egyesülnek, és molekulák jönnek létre, illetve porszemek, és most már szilárdtest fizikusokra is szükség van. Mert a porszemek már első szilárdtestek az univerzumban, és nem sem vegyészek és hogy a molekulákat is elmagyarázzák. A porszemeket viszont a gravitáció össze tudja vonzani bolygókká, és a bolygókon, hogyha megfelelő körülmények keringenek, meg kell keresni a kellemes helyeket, akkor harmadlagos, még gyengébb kötésekkel olyan bonyult és önreprodukáló ön molekulás struktúrák alakulhatnak ki, amiket röviden életnek nevezhetünk, és akkor már a biológusok is kapnak munkát. És elég sokáig várunk, ha szerencsénk van, akkor az élő anyag az, jó, bocsánat, ez matematikai bizonyított tétel, hogy bizonyos feltételek mellett a, a, a önszerveződésre produkáló anyag evolúcióba kezd. Tessék el olvasni egy Csányi Vilmosnak az evolúció által elméletet színű könyvét. Az evolúció megindul, és ha szerencséje van az evolúciónak, akkor elvezet az értelemnek a megjelenéséig. És akkor most már összerakhatjuk a módosított történetet. A ö, ősi tűzgömb az eddigi sztori szerint egy szekundumig tartott, Hát most megjelenik egy újabb, szakasz, hogy beírjuk a 10 a 13. szekundumot, ez itt a prolongált tűzgömb, amikor már nem keletkeznek, tűnnek el anni részecskék, hanem a megmaradt néhány fermionon szólódik a, a fotongáz, és továbbra is fennmaradt az egyensúly, és ennek a végső pillanata a 10 a 13. szekundum, és ebben ott vannak a megmaradt fermionok. És utána viszont mi kezdődik? Az atomos csillagos korszak, amelyben mindenféle struktúrák vannak jelen. És itt van az élet, meg az értelem, amit kerestünk, megjelenik itt az univerzumban. Tehát az anyag anti a szimmetria, amit nem értünk igazából, az új izgalmas felvonásokat tett hozzá a sztorihoz, és ez az, amiért az ember örül. És végül most már elérkeztünk az utolsó fejezet, ez ami nagyon rövid lesz, keressük a magunk helyét a világban. Ez is egy korábbi előadásnak a képe egy logaritmikus ábrán, viszintesen a méretnek a logaritmusa, függőlegesen pedig a tömegnek a logaritmusa van, ezen el vannak helyezve az univerzum stabilan fennmaradó struktúrái ábra két határa, a felső fekete vonal az a fekete lyuk határ, ha valami fölé menne, akkor összeomlik fekete lyukká, az alsó pedig a kompton határ, ha alá megy, akkor a kvantumeffektusok akadályozzák meg ennek a tartós fennmaradását. A bal sarok, ahol ez a két vonal metszi egymást, az a plank hosszúságnak és a plank tömegnek felel meg. Az ismert anyagok ott vannak elrendezve. Legtetően ott van maga az egész univerzum, az alsó vonalon a komponton határon laknak az elemi részecskék. Van egy jól benépesített ferde vonal, az az atomok sűrűségnek felel meg, tehát az egy atomtól a sok atomból összeálló csillagig. És a csillagok és az atomok között félúton ott találjuk az embert. A csillag az 1057-en az részecskéből áll, a egyből, a kettő között félúton, 1027-en, 1028-en atomból áll az ember. Jó diagramot kell kezelni, és már is mi vagyunk a világ közepe. Tehát ezen az ábrán az ember is megjelenik, erről részletesen volt szó ezen a korai kül jeladáson. az ember felnéz a bolygóról a csillagos égre, felnéz, és felteszi a nagy kérdést, hogy vajon minek köszönhető az élet a világ meg minden. És most már tudjuk a választ. A válasz az az, hogy az univerzum történetében volt két nagyon furcsa esemény. Az egyik az infláció. Az hozta létre ezt a hatalmas, nagy homogén területet, itt tartományt körülöttünk, amely a későbbi eseményeknek a szinteréjú szolgált. Másik pedig ez a nagyon nem értett anyag anti -anyag És ezt tette lehetővé, hogy a prolongált unortodox forgatókönyvben létrejöhessenek a fermionokban álló kötött struktúrák, egyebek között mi magunk. Most ide teszünk egy technikai megjegyzést, ami aktuális, a világ legnagyobb akkumulátor gyártó üzeme volt ez a bizonyos anyag-antianyag-aszimmetria folyamat. Mert mi történt? Fennmaradtak protonok, meg elektronok, akik nem kellett volna az egyensúly miatt fennmaradni, de nem tudnak elbomlani, ezért akkora energiájuk van ami a jelenlegi 2,7 kelvines univerzum hőmérséklethez képest sok-sok nagyság nagyobb. Ha kiszámítjuk az elektron tömegét, az 10 milliárd foknak felel meg, a protoné meg még 2000-szer nagyobb. Annak a régi egyensúlyi állapotnak az energia sűrűségét őrzik magukba, a Testünket alkotó protonok, jutnak. Amikor a napban magfúziós folyamatok lennek végbe, akkor ennek egy pici töredéke szabadul föl, tehát ebből az akkumulátorból, amit azóta az ősi tűzgömbnek az energiáját őrzik ezek a szimmetikusan megmaradt részecskék, és annak egy kicsi részét szabadítja fel a, a, a napsugárzás, és ez viszont, ahogy átfolyik a Földön, mint egy nyílt termodinamikai rendszeren, ez teszi lehetővé az általános entrópia, entropia növekedéssel szembe menő folyamatokat, azaz az életnek a létrejöttét és ilyen szép objektumoknak a, a kialakulását. És akkor már csak egy-két kérdés van hátra, hogy vajon véletlen-e ez a bizonyos szerencsés szimmetria Mondhatjuk, hogy véletlen, de van egy olyan elmélet, ami ezt törvényszerűen tartja, ez pedig a multiverzum modell. A multiverzum azt mondja, hogy nem egy univerzummal, hanem valamilyen értelme sok, sőt, végtelen sok, és mindegyikben egy kicsit mások a fizikai paraméterek. Mások a fizikai paraméterek, akkor a véletlen spektrumban valahol van egy olyan, vagy esetleg több, amelyekben egy picit eltér például az antianyag anti az egyensúlyi értéktől, és ez az apró véletlen, ez lehetővé teszi abban az univerzumban a struktúrák kialakulását. Jó? Tehát, ha mások a fizikai paraméterek, akkor valahol létrejöhetnek a struktúrák, és természetesen azt a hülye kérdést, hogy az életvilágéleten meg minden az micsoda, az csak az ilyen komplex és kíváncsi struktúrák tudják feltenni, amelyek egy ilyen furcsa paraméterű világéleten jöttek létre. Ezt a problémakört hívják úgy, hogy antropikus elf, a világ az nagyon alkalmas arra, hogy legyen az élet, létezzen az élet. Ennek az egyik megoldása a multiverzum. Ezt az ábrát is egyszer már lerajzoltam, hogy a, ha például az inflációt így fogjuk fel, egy állandó, örökös inflációban kipattannak ilyen kis buborékok, és a különböző buborékokban mások a fizikai paraméterek, akkor valamelyikben véletlenül összejönnek a jó paraméterek, és akkor mi abban lakunk, és körülnézzük, és azt mondjuk, az annyira mennyire jól lakható ez a világ és akkor már csak az utoljáték, hogy már ne örüljünk ennyire. Végül természetesen győz az entrópia. Az mindig győz. Termodinamikával nem lehet packázni. Lehet a végrehajtási utasításra hivatkozni, hogy előbb-utóbb. Lehetőleg minél utóbb. De hát egyszer már elmeséltem, majd 137 kvintillió éves előadásban, hogy ha nagyon sokáig várunk, 10-30. év múlva, az azt jelenti, hogy azokat az előző idődiagramokat még Körülbelül még egy méterrel meg kéne hosszabbítani ott jobbra, a túl a papíron. Valahol ott végleg elbomlanak a protonok, meg egyebek, és akkor még pár méterrel odébb, ott már a fekete a kisebb elbomlanak, aztán már hát tényleg nincs semmi, vagy a fele tudja, mi van ott, de már nagyon nem fog mutatni. Végső soron eljutunk abba az állapotba, amikor az entrópia győzedelmeskedik, és a termodemokra átveszi a hatalmat, és mindenki szépen lebomlik. Tehát ezek a ideiglenesen világunkban állomáshozó struktúrák, amik fermionokból összeálltak, ezek most is metastabilak, előbb-utóbb meg fognak szűnni, elbomlanak, megsemmisülnek, és megmarad az a táguló, előtér nélküli háttérsugárzás, ami már rettenetesen hideg. Na de addig legalább volt egy pár kellemes évünk, pár milliárd kellemes évünk, és hát örüljünk ennek és becsüljük meg. És van egy ilyen érdekes idézet, hogy a majdani kihűlt világban, Bizonyára vannak értelmes lények, körülnéznek ott a halott csillagok között, meg hogy már el is párologtak a csillagok, fekete lyukak, azok is el Ezeknek az infravörös, vagy már mit tudom, én, infra infra infravörös sugárzásával sütkéreznek, és visszagondolnak ránk, és irigykedni fognak, mert mi még láttuk a világ életemet ifjúkorában. korában. Ezt írt Arthur Lárk. Köszönöm szépen a figyelmet. Egy pillanat. Természetesen most már nem mellőzhetem ezt a, ha már ilyen az előadás címe, a bónusz kérdést, ezt már többször feltettem. Ez itt az élethez nyilkülöztetettel és a világegyetemben mindenhol megtalálható objektum a 12-es rendszámú szénatom. Kérdés, hány elemi fermionból, most már tudjuk, mik az elemi fermionok, kvarkok és elektronok, hány elemi fermionból áll ez a szénatom? A választ most megmondom. Egy kettő természetesen. Köszönöm.